Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A hét talán tényleg legnehezebb napján. Hello Jani, hello Feri, hello, szevasztok. Jó reggelt. Egyre jobban sötét van? Vagy csak nem egyre jobban világos. Egyre jobban? Az oké, de hogy ma olyan nagyon sötét van, nem? Vagy nem tudom. Lekapcsolták a közvilágítást? Bemattultak az üvegek. Igen, lehet, hogy dohányfüstös. Holnap korábban jövök egy kicsit és lehúzom őket. Az jó. Ilyen, van ilyen ablaktisztító? Hogyne volna. Kis létre. Hogyne volna. Na, azt például kifejezetten szeretem. Az olyan kis ügyes. Az ablaktörlés. Igen, menekülés útvonal is lesz majd a rádiózás után majd később. Jó, de ipari alpin technikák. Nem mondtad a múltkor, hogy ez a kedvenced. Igen, ez jó. Ez újságpapír, recept, azt hadd szóljon. Nem, azt mondtam, hogy azt utálom. Ja? Ne, aha, ne baj. Pont rosszul jegyeztem. Igen, nem baj. Azt tudtam, hogy valamit szeretsz benne. Igen, ja, úgy van egy viszonyom. Van egy viszonyom ezzel a munkafolyamattal. Igen, azt utálom rohadtul, viszont ez a lehúzós rész, ez jó. Hogyha jó az eszköz. De hát neked milyen lenne más, milyen hát, mit bocsánat. Jó. Bocsássat. Igen. Itt van Éva Longoria, gyerekek, azt nézem. Tényleg? Megjött a csinos arcú lány. Forgatnak szerintem egy filmet. Olyan jó arca van, de olyan pici, hogy... Szegély. Igen, hát, meg igen. Hát nyaktól lefelé nem egy... Micsoda? Egy kis dundi, nem, nincs azzal baj, csak ez az 1.40-es magasság, ez... Hát azért de nem. Nagyon helyes arca van, az biztos. De figyelj, itt van a Banderas. Itt van az Eva Longoria. Itt van a Jude Law. Mi van itt, gyerekek? Igen. Valami, világtalálkozó. Valami nagy történet készül itt? Vajnának bulija van, ilyen egyszerű. Lehet, hogy Palácsiknak szülinapja van, aztán jön mindenki születésnapra? Na jó, de kiugrik ki a tortából. Szerintem Banderas. Hát, nem, szerintem Longoria. Igen, ja, hát igen, hát ha nem költ sokat a tortára. Hát igen, mert Vajna magának is csinálja a bulit. A tortából Erika Elenyák ugrik ki. Igen, évről évre, mint mindig. Ő jól nézhet még ki, mert a tortás jelenetnél nagyon jó volt, igen. Emlékszem. Ott igen. Volt egy olyan hátsó plán, ahol a kis fenék... Róla több nyuszi sorozat is készült, az első még nem volt akkor a melle, aztán már tudott miből investálni, akkor már nagyobb volt, és akkor igen, hát ez az úszerődös dolog, ez mindenkinek így beragadt. Nagyon szép jelenet nagy volt az. Vajolá jelenet. Vajolá. Úgyhogy ez lehet. Én láttam róla a képeket egyébként, bocsánat, Erika Elenyákról, meg most is nézek, hát most azért már úgy néz ki, körülbelül, mint Máté Kriszta. Ma nem, mintha a Kriszta rosszul néz neki, csak levágta rövidre a haját, és hát most mutatok róla a képet. Mit kezdj el mondani? Hogy egy filmben dolgoznak az itt lévők, tehát Banderas, Jude Law. Nem. A Banderas valami reklámfilmet forgat, azt mondta nekem ő. Aha, beszéltetek, gondolom, hívott, hogy... Hogy Bali, hova menjünk este kajálni? Mondom, Jude Law és gyertek egy tésztára, ugorjatok át hozzá, volt a Banderas, úgyhogy az úgy volt. Jude Law, mi van? Jude Law és Jason Statham forgat egy filmben. Igen? Igen. Ő majd jön, még nincs. Még nincs itt. Longoria aranyos volt, mert azt tette fel az ő közösségi oldalára, a Ferihegyi reptéren az üdvözőjük feliratot, és annyit kérdezett, hogy na kitalálja ki, hogy hol vagyok. Annyit kérdezett, hogy ki tudja, hol a pénztárcám. Föltett egy gépet a halászbássán, utána elvitték a telefonját. Utána nem posztolt többet. Éjszaka egy kölcsöntelefonnal kiírta. Legyen, hogy csináljon rólam egy képet. És nem is ő tette föl már a képet, hanem valaki más. Igen. Nézzétek meg, kit fotózna a halászbássán az új telefonommal. Igen. Amit most vettem, de erre már nagyon fogok figyelni, mert egy óra alatt kettőt loptak el tőlem. Ilyen kedves lát. Ha már fotó, kérlek szépen, akkor mutatom neked először, aztán pedig a gazdájának. Na. A küzdelem, maga néz meg azt az arcot. Egy nagyon kedves fotós ismerősöm átküldte a te fotóidat, János. Menő. Nézd meg az arcát. Igen. Ez igen, kompromittáló, na mindegy. Na, de milyen kedves, hogy neked küld, és nem neked. Mert neked a képeket, amiken én vagyok. Azért, mert neked nem tudta a Facebookodat, tudod? Az enyémet meg tudja, mert az úgy van, ahogy van, és akkor nekem átküldte, és megkért, hogy adjam oda neked. De én nyilván nem fogom neked odaadni, csak nagyon komoly készpénzre. Neki nem utasd meg. Ha valakinek esetleg kölcsön adnék pénzt, amire viszonylag kicsi az esély, ne a Ferin keresztül küldjék, tehát nyugodtan nekem közvetlenül. Ez kérlek szépen a bombarovás futás, és nagyon jó kis fotók lettek. Szerintem, hogy kitesszük ide a mi Facebookunkra is. Az arcod az
az mindent elmond. Figyelj, nagyon jó. Igen, nagyon jó. Itt, tudod, ez egy olyan készülék, hogy így meg kell. Tudom, nekünk ez előbb volt, tudom, de a milyen egy picit szaggat. Tudom. Mielőtt mondaná, igen, a milyen egy picit szaggat. Csak elmagyaráztam neki, hogy tud arrébb lapozni. Igen. Nem az oldalsó gombokat igen, kell ezt nem tudjuk. Még sok más egyébet, igen, de ezt... Ne gyere zavarba, itt folyamatosan jönnek a képek egymás után, és nincs szaggatás. De tönerémű meg ez az iPhone és az Android között. Profi. Átküldöm neked, köszönöm meg szerintem szépen. Ide is kitehetjük, mert annyira jó képek, ahogy küzdesz az ellenekkel. Na, ha már képekről van szó, tegnap elvittük felporéztatni az autót, és meg szeretném mutatni a végeredmény. Nagyon jól sikerült, mutatom. Nagyon elégedettek vagyunk. Nagyon elégedettek vagyunk vele. Szerintem szebb, mint új korában. De nagyon megértem. Ugye? Egy roncsautóban ül a Jani, nem tudom, ez miért, egy egyes. Nehogy azt mondom, elmondom, hogy mi a sztori a dolog. Mi? Hát ez egy roncsautó. Hát, srácok, ez egy direkt roncs, képzeljétek el, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy van ugye ez a népautó márka, ez a német márka, aminek a nagy országos, sőt, Európa szintű összeröffenéseire el szoktak vinni olyan autókat is, amiket kifejezetten már úgy készítenek el, hogy ezek az úgynevezett ilyen red kategóriában indulnak. Gyakorlatilag az a lényeg az egésznek, hogy mire szakadtabb az autó, annál menőbb. Ez az autó, ez egyébként egy pár hónappal ezelőtt teljesen rendben volt, csak a gazdája, egyébként a meglepően fog hangzani a dolog, a szabunk, elkezdett vele foglalkozni, és hát ennek a következménye az, hogy például a tetőcsomagtartó kerítés lécekből menő. És a hátsó árnyékolók is, hát is a belső interiőről meg már nem is beszélve, mert hogy a belső kárpit helyett például újságpapírral van dekorálva a dolog, egy rakasztáska oldalt a kesztyűtartó része. És tehát, nyert vele valamit? Persze, folyamatosan rommán nyeri magát vele, állandóan elhozza az első helyet. Elő például takaró van rajta, felgöngyölve, mint hogyha egy paci lenne hátul seprű, tehát hogy valami egészen durva kis szerkezet, és olyan van ez a kategória, és akkor ő mindig így hozza. Nézegettem, bementem hozzá tegnap, és akkor nézegettem a mindenféle ilyen serlegeket, meg ilyen, hogy hívjákokat, ilyen kis plaketteket, aha, meg emlékérmeket, stb. És akkor ilyen a legszakadtabb. Nem. Mert mondtad, hogy ő a szabolt. Foltot rakadtam fel a régi nadrágaim térdén. újra hasznosítasz? Na mindegy, de jó lett, nem itt polírozni egyébként? Mondták, hogy beszéljük meg előre, mert hogy ez egy viszonylag hosszú folyamat, tehát egy ilyen 5 és 8 óra közötti időtartamban tudják így géppel vállalni, hogy nagyon jó, nagyon szép lesz, nagyon jó lesz, csak szóljunk oda egy picit előbb, és lehet, hogy ne hétvégén vigyem, hogy ne összüljenek meg tőle. Aha. Hát az annyi, azt mondtam volna neked, az nem egy rövid, tehát az otthagyós, az a durvább, mint egy autókozmetika. Tehát, hogy az egy hosszabb történet a polírozás. Én most azt is hallottam róla, hogy max egy autót 4-szer lehet polírozni, mert ugye egy bizonyos vétegető azért levisz. Tehát ezt gondold meg, hogy szép lesz, de egy ezreddel megint vékonyabb. Mondjuk ez japán autó. És? Itt vastagabb a festék. És? Ja, hát ez 5x6-szor is beletér, ja, nekem azt mondták. Ja, jó, hát akkor vigyed. Nem volt még egyébként egyáltalán polírozva, úgyhogy... Megkérdeztétek az előző tulajt? Tessék? Megkérdeztétek az előző tulajt? Festékmérés. Bevértétek festékkel? Nem festékkel, egy eszköz, ami a festék vastagság. És ez megmondja, hogy volt-e polírozva? Persze, azt is, hogy volt-e törve, újra festetőző. Az a hiszem, hogy Jani tudom, de a polírozásban nem vagyok biztos, hogy megmondja a festékmérő. Viszont, hogy hívják ott a vastagságot, azt igen. Tehát, hogy azzal például nincsen semmi gond. Még ráhúztak az gyári réteget. Így van. Hát igen, a gyári. Még ott van alatt a sárga és a rózsaszín illet. Persze, nem most mondom, csak a gyári vastagság az lehetett. Tehát attól még lehetett polírozom, mert a gyári vastagság van rajta. Tehát ez nem szed le annyit. Hát, ha látnád a dukkozását, te sem mondanád, hogy ez volt polírozva. Egyszer nem állt neki, párszor föl lehet egyébként tényleg. Mert ugye mindig levesz egy kicsit a festékrétegből. De hát ezek milliméterek, szóval nem arra kell gondolni, most nem tudom, már látszik a... Hát ha milliméterek, akkor jó rá. Látszik alatta a kenés, tehát ez ilyen negyed milliméter. Jaj, a gyerekek, lelkibeteg vagyok, tegnap jó napottal köszön nekem két fiatal, akik rollerra húzatta magát kutyával. És oda köszöntek nekem, hogy jó napot, a más, a kislány meg úgy, hogy csókolom. Csókolom, Balázs bácsi. Úgyhogy nem fiatalok voltak, már hogy nem gyerekek voltak, hanem mit tudom én, ilyen 18-20 évesen. Oh. Tudod, mert egy 5 éves rád köszönöm, hogy csókolom, azt még így tanították. Mm. Néztem, visszaköszöntem neki. Szárboztak! Szárboztak, gyerekek! Köszönöm az ebrán átkísérte! Igen. Visszaköszöntem nekik, de nem voltam boldog. Takarodjatok innen, büdös kölykök! Ne itt játszatok! Azt mondja, jó napot! Hát... Jó napot! Elérkezett a te időd. És a másik mondja, csókolom.
Tudod, ránéztem a Belire, hogy hallott-e, ő hál' Isten, a harmadik pedig azt mondta, hagyjad már, úgyse hallja. Következő csinálták, két aranyfülű retriverrel húzatták magukat rollerrel. Jaj, de okos az. És a kutyák szaladtak előlük, meg álltak a rolleren. Nagyon jól. Tehát nagyon ilyen jó, nyári szán jelleggel húzatták magukat. Nagyon jó. Tegnap volt pont egy baleset, ott mondjuk motoros húzott kerékpárost. Jó, és picit más. Jó, de ők sem mentek gyorsan, csak ugye elkapta. És nem direkt akadtak össze. De direkt. Igen, és nem is húzzák egymást, és nem is egy utcában voltak. Direkt állítólag egy hónap múlva a kerékpáros már jó lesz. Ja. Azért tudom ezt mondani, mert amikor a fiatal voltam, még volt egy osztálytársam, a Zsigovics Feri, és neki egy öccse van, aki az én keresztfiam egyébként, és nekünk volt egy kis vörös ilyen tacskószerű kutyánk, és mi kitaláltuk, hogy elmegyünk megsétáltatni, azt hiszem voltunk, nem tudom, 8 évesek vagy 10, a Gabi meg az én keresztfiam egy évvel talán, vagy kettővel fiatalabb, mint mi, és ő mondta, hogy ő mindenféleképpen kutyát akar sétáltatni, biztonsági okokból természetesen mi rácsomoztuk a kezére a kutyának a nehogy elszaladjon érted a jószág. Elindultunk a kutyasétáltatásnál, és a kis vörös kutya meglátott egy macskát, ebben a pillanatban el is indult, és mivel Gabinak rákötöttük a kezére a bórászt, hogy nehogy a kutya elszaladjon, ezért magával rántotta, egy váltörés lett belőle, és gyakorlatilag így a fél oldalán nincs bőr. Hát most már van neki. Tehát, hogy erről ennyit ez a kutyával vontatom magam, az minden na jó, okos. De itt le lehet pattani a rollerről. Tehát itt, ha nagyon belendülsz, akkor egyszer leszállsz. Csak egyszer egy kicsit. Igen, ha jól szállsz le. Na mindegy, tulajdonképpen nem tetszett a dolog, hogy így vontatják munkat, de amikor mondták, hogy jó napot, akkor elkezdtem üldözni őket, gyere ide, mit állj mondtál? Meg, mit mondtál? Jó hallotta, állj meg. Nem, Benivel voltam, mert bringáztunk, úgyhogy nem eredtem a nyomukba, de nagyon megjegyeztem őket. Elkapod legközelebb? Tudom, hol laknak, és még egyszer megkapom. Nem tudom, Benny, csak így... Benny, te most menj haza, ez csúnya lesz. Igen, ez az én harcom. Most erigy anyádhoz. Nem, csak ez szörnyű, tudod, hát ezt így hallani. Jó napot. És akkor tudod, benn van az első tör, már sebzel, már vérzel, már kezdenek kivéreztetni, és akkor valaki mögéd áll, és beszúrja a dárdát a gyakadba. Csokolom. És így tovább tekertem lehajtott fejjel. De neked szörnyű legalább vagy. Köszönnek rá, már csak virágot hoznak. Igen. Rád dobják messziről. Nálad már azt mondja, ne köszönj neki, úgy csalja. Minek? Tök süket. Na mindegy, úgyhogy ez volt tegnap. És kerékpároztál? Kerékpároztam, aha. Elővettem a kis bringát, most már egy ideje elővettem. Van a közelben lejtő? Tessék? Nem, busz után kötöttem magam. Busz után kötöttem magam, meg a Benit is. Nem, van egy ilyen kis útvonalunk, azon mindig megyünk, Beni jön a kis futóbringájával, de most a nyúlhoz neki igazít, úgyhogy már nagyon várja. Kétkerekű bringa. Kerek. Igen, nagyon jól megy a futóbicikliém, úgyhogy nem megyünk rá négykerekűre. Azonnal kap egy sisakot, és akkor kétkerekűvel. De hogy a kis oldalkerekeset kihagyjátok. Kihagyjuk, egyből a kétkerekűre ugrunk. És egyből egy nagy felnőtt mountain bike-ra, úgyhogy... Nagyon helyes, ha persze, legyen profi a gyerek. Hát tanuljon bele. Bringával. Az majd jó lesz, mert ő azon futni akar, ugyanúgy futóbringázni akar, a rendes kétkerekű biciklin, és az lesz az első, hogy apa, szereljük le a pedált, mert a lábam beleakad. Tehát ott majd lesz egy küzdelmed, mire azt ő a kis agya átáll arra, hogy ez most nem futóbringa, mert van neképe, hanem hajtani kell. Aha. De nagyon-nagyon jó dolog, és egy mint egy 40 kilométert fogsz mellette futni, amíg fogod a vállát. Tekerjed belé! Jó, de jó! Apa, akkor leteszem a lábam, nem Somi volt így, mert ő egyből futóbringáról erre ült át, mert én is azt gondoltam, hogy a futóbringa megy. Azt mondják, hogy a futóbringa jól megy, akkor már nem szabad négy kerekűvel kezdeni. Nem. Csak ott van egy rövid egyhetes időszak, ami... De hát amikor nehezebb egy picit, akarsz, igen. De azért jobb tartani ezeket a fokozatokat, tehát, hogy a futóbringáról ne üljön át rögtön enduróra. Hát most egy KTM-et vettem neki, de csak 82 centis, úgyhogy nem. Hát ez érted, most nagy baj nem lehet. Nem vészes. Legfeljebb utoléri a rollereseket, az aranyfülű retriverrel. És akkor egy hét után már ment? Nem, menni fog nektek is, nem. Igen? Tényleg nem gáz. Ja. Rudat tegyek bele? Hát, ha akarsz, tegyék. Én úgy mentem, hogy fogtam a gyerek vállát. Mert akkor ráadásul van egy ilyen közvetlen kapcsolat is, tudod, mert a rudat ő még így nem érti, hogy akkor most fogod, nem fogod. Abból a szempontból a rúd jobb, hogyha elengeded a gyerek vállát, azt viszont rögtön érzi, hogy nem vagy ott. Uh-huh. De csak a szaladtál utána, hogy fogtad a két vállát? Fogtad két oldalt, a lábad a bicikli mellett. Aha.
Egyébként a sportáruházban kifelé, ahogy megyünk az M1-M7-esen, ott van direkt olyan, már nem kell venni partfisnyelet, hanem van egy ilyen kis felcsatlakoztatható cucc, na, ami direkt bringához van, ilyen gyerekbringákhoz. És azt tudom, hogy leülök egy padra, és akkor kinyitom a kezem, és a fél fölött körözök, és akkor megy körbe-körbe, olyan van. Olyat is tudsz, csak akkor nem kell hajtania, és nagyon kell kapaszkodni, mert így körbe pörgeted a biciklit. De nem is kell körözni a kezeddel, hogy megcsinálod a tetejét csapágyasra, akkor csak tartod a rudat is. És azt mondja, hogy körülöttem megy egy egen. Körbe-körbe. Muszáj egyszerűsíteni. Nem, jó lesz, most már átáll erre, akkor utána már tudunk nagy bringatúrákat tenni, most már várom, mert... Hát nagyokat még nem, tehát azért a fokozatosság elvét tarts be. Nem, tegnap bebizonyítottam neki, hogy sokkal jobb a tekerős, mert mindenhol lehagytam. És... Igazi rendes apu. Na mi van? Mi van, Jocsi? Na mi van? Anyád fia vagy? Nem ész utol, ész nyelv! Találkozunk a sarkon. Bármikor leharázlak, te kis csíra. Csak annyit adottam, hogy apuci várj meg, apuci várj meg. Tudod mikor? Az élet harc. Mondtam, idola tudsz. Kapja. Mondom, Meri, látod, hogy sokkal jobb a tekerős? Sokkal jobb a tekerős. Nem, apuci, sokkal gyorsabb vagyok. Jó, megint nagyon lehagytam. Alig látott már. Na jó, van, már frusztrálod gyerek, de ilyen pici korban. Tudod, hogy a véletlenül se. Apa fia között ez már. Nem fogsz érzni? Jegyezd meg, hogy apád a legjobb a világon. Már teniszütőt kötöttem a kezére, és már a fornál keresztek. Ezt gyakorolj. A vissza. Micsoda, szervagéből 120-as labdákat lövök rá, hogy megpróbálja visszaadni. Hát az élet harc hozzá. Gyerekek, hát most ha elkényszített, hát akkor mi lesz vele, érted? Hát szokja meg, hogy az élet egy küzdelem. Úgyhogy mindenhol rávertem 50-en egy 70 métert, és ezzel próbáltam mindegy ráébreszteni a gyereket arra, hogy nem jó a tekerős, de most láttam benne, hogy érti. Láttam benne, hogy eljutott a kis agyacskájáig, hogy nem jó a hajtós, mert nem elég gyors. És mondja, apuci, a hajtós bringával sokkal gyorsabb lennél? Micsoda, Beni. Hát mondom, az összes gyereknek az óvodában még lábahajtós bringája van, az összeset ott tudod hajtni. Na láttam, hogy vérszemet kapott a gyerek, tudod, azonnal. Mennyire lennék gyors? Na, Beni, a busznál is gyorsabb vagy. Na hát innentől kezdve még kétszer nagyon megvertem, úgyhogy elhúztam mellette biciklivel. És ezzel, mint egy feltűzelem, most már nagyon várja a nyuszit, hogy megkapja a kis hajtós bicikliét, mert szeretne olyan gyors lenni, mint a busz. Jó, de ha megkapja, akkor azért az első körnél alázd meg megint. Tessék? Hát ne viccelj, hát azért tudnia kell, hogy... Tudnia kell, hogy gyors vagy, Beni, de a leggyorsabb, akkor is én vagyok. Hierarchiában hol van a családnál? Csak 5 éves, hát a helyét ezt hamar meg kell neki tanítani. De most éreztem, hogy felcsigáztam. Tehát többször, amikor már az utcába eltűntem előle, olyan gyors voltam, akkor azért éreztem, hogy már nem annyira elégedett a kis futóbicikliével. De ez nagyon jó egyébként, hogy inspirálod, és így jelzed neki az erőszínyokat, meg azt, hogy mindenért meg kell küzdeni az életben. Olyat szoktál mondjuk csinálni, hogy mit tudom én, de este felkötöd neki a szerrános sonkát a japán cseresznyére, hogyha felmászik, eszik, ha nem mászik, nem eszik. Ilyen van? Ez csak így. Ez csak így. Hát fél. És 10 perc rudológás, hogy magasabbra nőjön, nyúljon a gerincejét. Egy kézzel, és a jobb lábára akasztasz egy 20 kilós kettlebe. 5 kilós rudal, már simán fekvenyem a gyerek. Csak akkor van túrógombolc, ha lement a 10 fekvenyomás. Akkor is csak egy és tegnapi. Figyelj, kell tudom tanulni, mi az a regula. Hát ez nem úgy van, hogy csak úgy habzsidőzsi. Érted? Nem? Hát érted, milyen elvárások lesznek majd később is az iskola. Érted? Szokjon hozzá. Hát, az életharc. Na jó, van, nézzük egy-két SMS, mit írnak a mi hallgatóink így kora reggel már, aki egyre grafomál, hogy hozzánk szól. Van, úristen, menjen. Mikor jött a legelső SMS? 2:22-kor. Sziasztok, szeretnék játszani, ma van a kisfiam szülőnapja, köszi Ági. Ági, vajon mit csinált 2:22-kor, gyerekek? Hát felébresztett a gyermek. Játék, kejfer! Légy ébre, már csak 4 óra is lehet, hogy hívnak a Balázsék, igen. M7-es fegyvesi kiárójánál a lézer célra tart pocak küldte nekünk. M3-ason 2 autó ütközött a 38-as kilométernél Pest felé. A leállósában állnak, Sanyika küldte nekünk, köszönjük szépen. M5-ösen 81-82-es kiló között mérik a Szeged felé tartókat. Ismét áll a sor mendén, újult erővel csatornáznak. Ez Balage küldte, Solton az 52-es-51-es körforgóba egy túlméretes jármű beszorul. Hogy lehet beszorulni egy körforgalomba? Mi az, hogy beszorult? Hát azért a te minden jármű kifér. Hát lehet, hogy megcsúsztatta a kicsit oldalazva, próbálta meg megtenni a távolságot. Elvitte a körforgalom közepét, a szökőkutat, vagy a pálmafát, ami ott van? A virágágyát. Igen. Bali, örülj, hogy köszöntek manapság, nagy szó a serdülőktől. Jó, nézzük a jó oldalát, igen. Megdicsérem őket legközelebb. Megdicsérem őket, de nem felejtek. Igen.
Az alfa, jó, most alfás SMS-eket nem olvasok, mert a tegnap e-maileztünk, kérdeztem, hogy Durci Manó vagy. Nem vagyok Durci Manó, te gumicsontod rágiat. Jó, nem azért, nem csak alfát nem szabad polírozni, mert a festék tartja össze, de nem olvasok be ilyeneket, mert nem akarom majd. De nyugodtan. Te engem nem zavar a ti életetek, benn nincs meg a szépség autó, ügyben, hát most mit csináljak vele? Mikor a 20 éves lány jön veled szemben, már elképzeled, mit csinálnál vele, erre csókolom. Írja egy hallgató. Nem képzeltem el, hogy mit csinálnék vele igazából. Nem. Kutyát akart volna sétáltatni, tehát hogy a retrieverekre gyógyult rá. Ezt most nem gondoltam tovább, hogy mit csinálnék vele, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szomorúan hajtottam tovább, igen. Balázs, meg fogod könnyezni, amikor először látod hajtani Benit. Üdv Balázs. Hagyd a botot a francba. Nem, hagyom, az lesz, amit a Feri mond, futok mögötte. De kicsit, szerintem de is megható. Így van. Hát, szerintem jó. Is megható. Ezek mind megható pillanat, mikor először láttam néptáncon, az is nagyon megható. Ezek komolyan, bementünk meglesni, és látod, hogy ott táncol, teszi a kis lábait, tudod, amikor verset szabad. Csapkodja a bagri a csizmát. Amikor bent van, tegnap például meglestük az oviba, hogy homokozott. És ott álltunk 10 percig, és csak néztük. El kevés homokozik. Elég az embernek, ugye? És tudod, hogy nézed, ott homokozik, és akkor kiszúr, odaról hozzád, és azt mondja, apuci, mindjárt jövök, csak építek. És aztán elrohant, és újra homokozott még 10 percet, hát ezek nagy dolgok. Mit jársz olyan? Építési vállalkozott apa. De nem fizettem ki senkit. Apa, mennem kell, mert nagy körbetartozások vannak itt az óvodában. Igen, nem akarunk fizetni. Hogy állunk játékkal? Hát, rosszul, mondhatni. 2-0, ráadásul két gyerek pámolt el, tegnap előtt Jani, tegnap engem. Most engedjük el ezt a gyerekvonalat. Hát jó. Szerdán most már ideje lenne. Jöjjön most már valaki. Gyerekek, megpróbálunk szemtanút szerezni mi is a magyar gépről, a München-Budapest járatról. Az nagyon durva ez a túlszejtés. Úgyhogy már most mondjuk, ha valaki ott volt, mi is dolgozunk a kontaktokon, vagy ismerőse barátja esetleg a gépen volt, akkor jelentkezzen, mert hogy szeretnénk valakivel beszélni, aki ott volt a gépen. Ugye, valaki nem tudná, hát gépeltérítés volt a München-Budapest járaton, valami koszovói elmebeteg egy zsillettpengével, vagy borotvapengével, majdnem, hogy kinyitotta még a pilótafülkét is. Ez meleg, ja. Azért. És ugye azért nem akart eljönni onnan, mert a kitoloncolás veszélye fenyegette, ezért barkácsolt valami egyszerű. Igen, ezért most megy a börtönbe. A múltkor beszéltük, hogy ugye a magyar járatokon nincsenek légimarsalok, egy időben voltak ezeken a tengeren túli járatokon, de hát így gyakorlatilag egy ilyen elmebeteg felmegy, ott elkezd fenyegetőzni, adott esetben még talán valami atrocitás is kerülhet. Lehet, hogy jó ez a légimarsos történet, nem? Hát lehet, hogy el kell rajta gondolkozni. Igen, szaporodnak itt a légi dolgok. Jó, szóval ha van szemtanú, akkor írjon nekünk valaki. Jó, próbálunk valakit majd megszólaltatni, hogy mi történt a gépen. Játékra lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc múlva, 7 óra, hello mindenkinek! Hello! Kívánok! Hello, hello! Hello, szia, Zsuzsa! Szia. Ja. 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 Nem integet vissza. Nem. De disztingvál Robi miatt. Nehogy megbántodjon. Igen, itt közben mi kereskedelmi csatorna reggeli műsor. Így a reggeli műsor, hát valami hát látványos tartalom, egyébként, valamit igen. Érdemes nézni. Igen, csak a kárász mindig kicsit ront a képet. Hát az csukd be azt a szemed, ami igen. Arra fedél. Ferinek jó ebből a szempontból, az egyik szemben az pont nem. Tényleg már egy leokoplaszt a bal szememre, és akkor csak a demcságot látjuk. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a szerdai játékosunk. Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Hello Zoli, jó reggel! Jó reggelt kívánok nektek is. Jó reggelt. Hello Zoli, honnan hívsz minket, Zoli? Hát tulajdonképpen most már úton vagyok Budapest felé, Galgamácsán lakom, onnan indultam. Galgamácsáról indultál. Szállítás nagyon gyorsan vagy? Keresi, van Kornél Tudás Júli emlékház, Veresegyház. Aha. Megvan, be tudtuk nagyjából azonosítani. És mit dolgozol, mit csinálsz majd, ha megérkezel Pestre? Vagy? Én Mirelites vagyok. Mireliteket és jégkrémeket szállítok. Ezzel a kis sárga autóval? Nem, az... Konkurencia? Nem konkurencia. Ők házi szállításúak, én pedig üzleteket látok el. Üzleteket én boltokba megyek. Te terítesz, aha. Így van, én terítek. Jól van, Zoli, kivel szeretné játszani? Ki nem játszott még a héten? Na hop. Na ki? Ki volt az? Mindenki játszott már, csak én nem? Aha, mindenki játszott már, csak te nem, hajrá, Balázs. Ajajajajajajajaj, nagy a baj. Ráadásul mennyi van?
2-0. Hát 2-0. Viszont 2-0 van. Itt a nagy esély, hogy szépíts a dolgon, és porigaláz. Igen, nem akarlak, csak nyerni akarok, nem ha akarlak. Ha megsed, akkor hatalmas arccal mehetsz megint, hogy megint te rántottad vissza a csapatot. Vagy visszaadod nekünk a reményt, vagy az utolsó lapátföldet, te dobatod rá. Miért mindig rám teszitek a súlyt? Tényleg szerda van, ez sorsdöntő, sorsdöntő. Tényleg, ha ma kikapunk, rajtam megy el a hét. De menj már el rajtam annyi az utóbbi hetekben, nincs ezzel gond. Oké, Zolikám, felkészültem, ittam egy kocs kávét, felpörögtem. Jani? 3-2-1, fejör! Na Zoli, itt vagyok, figyelek, gondolom, szeretnék kérdezni. Parancsolj. Persze, megfordult pár dolog a fejemben. Na, figyelek. Tegnap néztem a játékot, amit vezetsz. A 4-4 ellen? Persze. És mit láttál? Ez ott másmilyen játékot is? Jelen pillanatban csak ez van. Akkor jól láttam. Na? Jól láttam, hogy a játék közben van fülesed? Van. Az nekem nagy segítség. Így van. Ebben zene szól? Ebben zene szól. Klasszikus zenét hallgatok, Eddát hallgatok. Te milyen zenét hallgatsz egyébként, ha van időd? Amilyen éppen a rádióban van. De mi a kedvenc? Hát nyilván van kedvenc. Minden kedvenc, mi a rádióban megszólal. Aha, tehát hogy minden szerint. Igazándiból azért szerettem volna ezt a zenét, mert mindig azt látom, mint hogyha táncolnál. Előre lépek, hátra lépek. Táncolnék? Aha. Előre lép, hátra lép, balra, jobbra. Áj, elkerült a csapdát, az utolsó csapdát. Süges. Szép volt, Zoli. Azzal! Köszönöm! Igen, bom! Vagy mit tudom én, bom! Jó, ide jó vagy. Ez az öröm mindent megért. Nem tudtam veled mit kezdeni. Jó, jó játszottál. Köszönöm ilyes szépen. Pedig még most jöhettek volna ezek a biciklizési tanácsok. Tök jó, én is nagyon büszkén és örömmel néztem, amikor a kislányomat meg tudtam tanítani így biciklizni. Bár képzeljétek el, a fiam nagyon vagány volt, neki 4-kerekű, volt ez a 2 oldalkerék. Igen. És ő egyszerűen fogta magát, kicsent az egyik kulcsot, és leszerelte magának. Hány évesen csinált ezt a gyerek? 3? Ezt 4 évesen. Hallod, hát akkor írass be valami menza klubba, vagy valahova, négy évesen. Apa, hol az imbusz kulcskészleted, adjál már 8-as kulcsot, meg egy imbusz kulcsot, hogy leszerelem gyorsan a kereket. Valamelyik gyári csapat a szerelői közébe. Nagyon komolyan mondom, 5-6-szor elesett az udvaron, és nem adta fel. Helyez, az tök jó. És megtanult, úgyhogy abban az időben még nem voltak ezek a futóbiciklik. Pedig jól ez van. Nagyon nagy ötlet. Köszönöm szépen a Zolikám, lehetőség. Zolikám, köszi a játékot. Tényleg ügyes voltál, nem bírtam veled, úgyhogy küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Gratulálunk, ügyes napot vagy. Nektek. Ciao. Nagyon jó. Sziasztok. Szia Zoli, hello. Gyerekek, hát jó játszott. Jó játszott, szörny. Megint egy elvesztett hét, ne haragudjatok. Nem lehetett rajta fogást találni. Nem, pedig azt hittem, a végén hagyom egy kicsit, mondja, aztán egy hirtelen visszakérdezés, bevágás, hárítás, de nem. Ez most nem ment. Elbuktuk. Hát. Egy szép, mindenki hozzátett a vereséghez egy nagyon szép pontot, úgyhogy jelen pillanatban 3-0. Csak ne legyen 5-0, akkor már az már de nekem ez tetszik, ez csapatszellemi, tök egységesek vagyunk, én azt gondolom, teljesítjük. Ha ti vesztetek, akkor én se nyerek. Nem. Hát ha ugrunk a szakadékba, együtt ugrunk. Tök frusztráló lenne egyébként. Így van. Most csak mondom, hogy 6 hetet nyertünk, mi 5 hetet ők, tehát 6-5-re járánk. Jó, van valami pozitív, csak előrángottál a fülénél. Hát az a 6-os, az megvan. Muszáj van. Jó, van, mehetünk hírekre? Azt mutattad, hogy ne menjünk hírekre? Ne? Menjünk, mert nem történt semmi azóta. De akkor bennünket csesznek le. Érted. Igen, az a baj, hogy levágják a herémet. Mondjuk ma van értekezlet, hát te vagy bent. Miért nem tudom menni, mondjatok valamit? Miért nem tudom menni hírekre? Biztos még nem írta meg, nem jó a nyomtató, elfogyott a hírfolyam, elkötötték a kábelt, amin érkeznek a frissek. Én nem várok, 2 percen pontosan 7 óra jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, egy jó Avanci és egy jó Aloe Vera, gyerekek, hát ez így. Ők a legjobbak egyébként. Avanci, Aloe Vera. Verát is nagyon kedvelem egyébként, mert tényleg mindenre jó, de... Fantasztikus volt. Egyébként ez egy jó dal. Én kedvelem. Jó. Kicsi jó hangulatod lesz tőle, nem? Vidámka. Vidám, mész, vezetsz, buszon vagy, állsz. Átveszed a vezetést a buszon. Átveszed a vezetést, igen. Ez egy vidám kis. Ez Avanci gyerek, ez ügyes, nem? Ügyes hát. Ügyes, nagyon tehetséges. Megküzdötte magát. Tényleg nagyon az jó. Elitbe. Na nézzük a közlekedési híreket. Van egy csomó. Úgy szeretem, amikor a hallgatóink pénzt költenek ránk. Igen? Illetve a többi hallgatóra. Ez egy olyan nemes dolog, nem? Hogy elvileg nem kéne elküldened, de küldenek, és 20-30 forintot beáldoznak a közösbe. Nem? Nagyon jó folyam. Ugye? Ez egy nagyon rendes dolog, hogy küldenek,
mi kérjük őket, de elvileg nem lenne baj, ha nem küldenek, és azt mondja, hogy igen, segítek a többieknek. Ez egy ilyen közös teherviselés. Így van. Ugye? Így van, és egy tök közösségépítő dolog, mert ezek nagyon hasznos információk. Így van. Ennél jobban már csak azt szeretjük, hogyha például a Facebook oldalunkat lájkolják. Egyébként csak mondom, ha már itt szóba hoztam, hogy ha már feldobtam a témát, hogy mindjárt 245 ezeren vagyunk. Hoppá! Így van, és a kinek a milyen játék, az majd elindul ma is. Tegnap egyébként volt nyertes. Kihirdettük a nyertest? Nem hirdettük ki, ma kihirdetjük akkor a nyertest. És ma újabb kinek a milyen indul. Jó, ez apró kicsi kis csecsebecséket lehet majd. De hát előbb beszéljük meg, Lat. Igen. Laci már elkezdett fotózni. Belemászott az aurámba, és azonnal csinált egy fotót. Igen, Balinak a hatos foga. Szóval, hogy kinek a milyen a játék neve, nagyon egyszerű, csak a Facebookozóinkra vonatkozik egy kicsit. Nem azt mondom, hogy elhanyagoljuk őket, de szeretnénk őket is meglepni egy-két ajándékkal, hogy ne csak adáson keresztül lehessen nyerni. Ezért a mi Facebookozóinknak is adunk ajándékot, egy nyakbakasztót, egy bögrét, egy órát, egy egéralátét, tehát mindig elmondjuk, hogy ma éppen miért megy a küzdelem. A kinek a milyen játék pedig arról szól, hogy valamit éppen lefotózunk, és azt kell kitalálni, hogy kinek a milyen. Nem biztos, hogy ez mindig testrész lesz, vagy egy hajszál, vagy egy fog, vagy egy szájdarab, lehet, hogy egy kanál, lehet, hogy egy pohárdarab, lehet, hogy valakinek a telefonjából egy pici részlet. Ki kell találni. Ha törött, akkor a tiéd. Igen, hogy kinek a milyen, de mindig valami olyan, amiből elvileg lehet, hogy kitalálható, tehát nem teljesen félrevezető a dolog. Jó? Azért igyekszünk csalafinták lenni, trükkösek vagyunk, tegnap is ugye egy olyan dolgot raktunk fel, egy olyan bőrhibát lehet így mondani, ami akár Balázsra is, meg rám is jellemző lehetne. Így van, de aztán kiderült ugye, hogy ez, vagy még nem derült ki? De elmondhatja. Lezártuk a játékot tegnap. Igen, nem Balázs, hanem Jani és nem Kéz, hanem Lá. Így van. Ugye nekem a bal kezemen van, ezt már azért sokan tudják, de nem az én anyajegyem volt a bal kezemen, hanem Janinak hasonló kis mother ticket van ugye a lábán. És, és ez volt a fotón. De volt, aki kitalálta, őket értesítjük, és meg is kapják a pici. Ez nem komplet ajándékcsomag, ez mindig egy-egy része az ajándékcsomagnak, de nagyon klasszak ezek is. Ma egy egéralátétért megy a harc, csak mondom. Hárman vagyunk rajta, nagyon jól néz ki. Jól brandingelt, jelentsen a szó bármit is. És poháralátétnek is használható tányért is lehet rárakni, asztalra is, számítógépet. Nem? És még egéralátétnek is jó. És még egéralátétnek is jó, bár szerintem jó. Már egéralátétet nem annyira használnak, de egy csomó minden másra jó. Igen. Igen? Aha, hát használok otthon. Tehát egy ilyen maradi konzervatív, ilyen kis egyszerű kis lőrinci gyerek vagy, persze, hogy használsz. De nem úgy van, hogy most már úgy csinálják ezeket az egereket, hogy már nem ez a gurulás, nem kell hozzá, ugye? Hát most már azért nem, igen, a gurulós egerek voltak, ebben sincs már kerék, nézd. Jó, már. De neki meg otthon még van, mert működik, minek cseréje. Nekünk is van otthon egéralátét. Én nem szeretem, ha összekarcolja az íróasztalt. Hát egy egér aztán tényleg nagyon karcol. Tele van hegyes felületekkel, két gumitalp, tehát annyira karcol, hogy az tényleg, komolyan mondom, hihetetlen, annyira, hát múltkor elvágtam a kezemben. Az ördög nem alszik. Döbbenetesen karcol az egér, amit egyébként asztalra terveztek húzogatni. Tehát hihetetlenül karcol. Kieshetnek azok a kis gumilábak, aztán meg majd ott a baj. Polírozik el az asztalt. Azt vihetem el az autó, mert még azt is políroztam. Igen. Na, aki ott volt tegnap a Budapest Müncheni járaton, az jelentkezzen, írjon nekünk SMS-t. Több nyomott vonalat elindítottunk már. Derik módjára nyomozunk mi is, vannak már kontaktjaink, szeretnénk valakit megszólaltatni, de ha valaki esetleg tegnap este jött meg ezzel a géppel és hallgat minket, szívesen meghallgatnánk, hogy mit történt a túszejtés kapcsán. Azt értem, hogy kerül föl egy borotva penge, azt értem, bizony, hogy majdnem kinyitották a pilóta fülkét, hát hihetetlen, hogy mik történnek mostanában a repülőn, egyszer csak egy sztyúvit ugye fogjulejtettek, ott egy magyar srác fegyverezte le, szóval, hogy hihetetlen. És ez egy Budapest München járaton. Most és már. Hogy került a koszovói albán erre a járatra? Ugye, hogy miért a München repült egyből, miért jött hozzá? Hát innen ment tovább egyébként. Igen, de mondjuk, szerintem, ha kitoloncolnak, azért nem úgy van, hogy oda bevisznek a Ferihegy egyre, azt mondják, hogy na, akkor menjen haza, és ott elengednek, nem? Hát csak nem kísérnek. Ez is érdekes, igen. Mi nem kísérték? Ugye? Vagy hát kísérték? Elvisznek a repülőtérig Münchenbe, és azt mondják, hogy akkor auf Wiedersehen, arra tessék menni, jó napot kívánok. Igen, aztán mész hova akarsz. Igen. Egy stoppal vissza Münchenbe egyébként gyorsan, igen. Na mindegy, szóval ha valaki ott volt, akkor írja nekünk, mert meghallgatnánk, hogy mi történt. Na, közlekedési hírek akkor, jó? Egy-kettő, amit írtak a hallgatóink. M0-as 62-es kilométer trafia felüljáróról Budapest felé Kalambó üzente ezt nekünk. Trafi Győrben a 83-as bevezető szakaszán a temetőnél üzeni Botos. Kaposvárról kifelé a Dombovári úton fehketes Skodából mérnek ez Sanya üzente nekünk. M0-as 51-esnél gyalogos az alumínium hidat
Micsoda? Gyalogos alumínium hidat védik a rendéber őrei. Aha. Vagy mérik az M3-as felé haladókat, ezt rozsomák küldte nekünk. Köszönjük szépen. Van egy trafik Marcaliban, a Szigetvári utcában. Böhönye felől érkezőket mérik. Jött az SMS, és baleset Kadarkút és Kaposvár között a Bányai kereszteződésnél. Ez is SMS-ben jött. Köszönjük szépen. Hihetetlen, hogy csak kétszer kellett meghívni vendégnek a Dombóvári Pistát, és már utat neveztek el róla. Kisbére Fehér Skodából mérik a gyorshajtókat. Nekem lehet megvolt, írja Miki. És igen. Nyíregyházán a Debreceni úton befelé a rendőrök aktívak és drága portrékat készítenek. Gyerekek, tegnap olyan mérges voltam, el akarom mondani két mondatban, megálltam egy utcában, és komolyan mondom, sehol, de sehol nem volt kitéve, hogy fizetősövezet. Tehát, hogy honnan kell nekem tudnom, hogy én most egy olyan utcába állok-e meg, vagy nem. És kiderült, hogy az utca, ez ilyen baromi hosszú egyenes utca volt, ez ott a Dózsa-Györggyel párhuzamos kis utcácska, ami gondolom, hogy belváros, és gondolhattam volna, hogy fizetős, de belátható közelségben egy hosszú egyenes utca volt, nem volt parkolóra. Nem volt parkolóra. Elmentem az utca végéig, nem láttam, körbenéztem, másik oldalt megnéztem, nem láttam, álltam ott hülyén, frissítettem a telefonomat, eltűnt ez a parkoló alkalmazás, ami azonnal belövi, hogy melyik zónába vagy, egyébként jó, de ez nekem most nincs meg, valamiért törlődött vagy eltűnt. És nem, egyszer nem tudtam. Álltam ott még egy kicsit, nézelődtem, ott hagytam a kocsimat, bementem ügyet intézni, kijöttem, azonnal nyilván ott volt a piros csomag. És azt se értem egyébként, hogy egy 200 forintos büntetés, 200 forintos parkolás elmulasztása miatt miért egyből 5000-es a pódi, hogy az hányszorosát fizeted meg, az is szerintem egyébként további 10, kérdéseket 20, vesz, 25. vett föl. Hogy azonnal büntethetnek-e egy szabálysértés keretén belül mondjuk az elmulasztott ugye díj befizetése után a 25-szörösére, szerintem egyébként túlzó, de megvágtak 5000-re, ott volt a piros csomag, leszettem, be fogom fizetni, tehát ezzel nincs baj, csak mit csinálsz ilyenkor? Tehát beülsz a kocsiba, ott hagyod a parkolóhelyedet, és elmész autóval cirkálni körbe, és addig mész, amíg nem találsz egy parkolórát, közben ugye beállnak a helyedre, vagy leteszed a kocsit, ráriasztasz, és elmész hülyén egyébként csatangolni, és nem találod meg a parkolórát. És tényleg nem arról volt szó, hogy vak vagyok, egész egyszerűen hülye módjára kerestem, és nem találtam meg. És ilyenkor addig megyek, nyilván, amíg nem találok. Nem? Tehát tudom, hogy én vagyok a hülye, csak hogy ez hogy van? Gondatlanság, ezt így hívják, persze, amit elkövettél, mert igen, tudnod kell, hogy a belvárosban mindenütt parkolás van, tehát ott is, ezért ne, amikor már parkolót keresel, nézned kell, hogy hol az automata és mi a szám. Az de meg... komolyan mondom, nem találtam meg. És amikor kijöttem, visszaültem a kocsiba, mentem egy 200 métert, ami azért nem volt kevés, nem 200, lefordultam jobbra, és ott volt a igen. Álltam, mondom, ember, hát most itt kiszáll egy 70 éves mammer, ugye? Igen. Vagy egy bácsi. Hát én nem gondolnám egyébként, hogy ő most ott elkezdi a nyakába venni a 200 méteres kis távolságokat. Egyszerűen szabad szemmel szerintem bizonyos métereken belül nyilván elérhetővé kell tenni, hogy lásd, hogy ott van a parkolóra. Ezt nem akartam kérdezni, hogy nincs arra valami jogszabály, hogy biztos, ezek a parkolóórák hány méter távolságra lehetnek, vagy hogy kell, hogy legyenek egymástól? Igen, hogy védi-e az autóst egy olyan jogszabály, hogy belátható métereken belül, mondjuk 50 méteren belül neked legyen ott egy óra. Ugye? És nincs baj, tudom, nem fizettem, befizettem, tehát én nem a büntetés ellen beszélek, most tényleg nem volt parkoló egyen befizet 5000 forint átutalom, tehát ezzel nincs baj, mert utána 5 napon túl már 15 bizony, ott ugrik egy mintha valami tömeggyilkos lennék, tudod, 200 forintot nem fizettem be, és 5 nap múlva 15000, tehát ugye, kemény. Szerintem nonsens. De nem is ez a baj, csak ilyenkor mit csinálsz? Tehát autósként tényleg, ti most mit csinálsz? Hát mentek addig, amíg nincs meg, sétálsz, elindulsz? Én mondjuk nem töröltem le ezt az alkalmazást. Igen, ezt letöltöm újra, megőrülök. Azonnal nyomsz egy gombot, megmutatja, hogy mi a szám, még el se kell menni jegyet venni, SMS-ben meg tudod venni. Az a baj ezzel egyébként, hogy ha nincs mindenkinek ilyen okos telefonja, a verzió B, hogy vissza se érsz a megadott időn belül, mert ott ugye az van, hogy elméletileg a ellenőrnek várnia kell 3 vagy 5 percet, nem tudom mennyit. Nem értem volna vissza. Nem érsz vissza. Nem érek vissza. Nem érsz vissza, mert ugye neki azt kell vélelmeznie, hogy te most zártad le a kocsidat, és elmentél jegyet venni, meg kell várja. Én, én azt az automatát kerestem, ahol ki van írva, hogy 0620, 810, mit tudom, 0362, 08, 16, tudod, és indítok egy mobil parkolást. Járkáltam ott hülyén, és azt hittem, ugye, hogy mivel nem találtam órát, egy idő után arra gondoltam, hogy effektíven nem fizetős az a rész, egy pici mellékutca volt. Hát mondom,
Előfordul? Hát, mondom, hát, csak hátha ilyen nagy lelkű az önkormányzat, vagy a kerület, vagy a főváros, hogy az a mellékutca nem. Ugye? Olyan furák ezek a dolgok. És így elgondolkoztam rajta, hogy hát a fele egye meg, hát most nem is az az 5000, persze nem kevés pénz, de hogy most tényleg mit csinálsz? Hülyén. Jöttem, mentem, kóvályogtam, mint a hülye, tudod, ott néztek, hogy mit csinálok, aztán ott hagytam a kocsit. Azonnal megbüntettek nyilván. Tehát ahogy visszaértem, ott volt a piros csomag. Ilyenkor azért megfogalmazódik a rossz indulatú embereknek a fejében az, hogy ez direkt lehet így. Direkt nincs kitéve az automata? Direkt nincs kitéve? Aha. Hát én láttam például egy olyan fotót valamelyik nap fönt az interneten, ami egy olyan parkolót ábrázolt, amiben, remélem jól mondom, 4 parkolóhely volt. Viszont a 4. parkolóhely a legszélén volt, és hogyha beálltál oda, akkor már olyan közel voltál egy zebrához, gyakorlatilag rárógott már az autónak az eleje vagy a hátulja, attól függ, hogy álltál rá a zebrára. De ott az 4 darab parkolóhely volt, és nem 3. Most beállsz rendesen, szabályosan, adott esetben erre a 4. helyre, szépen befizeted a parkolási díjat, és aztán visszajössz. És bünti van. Sőt, ott kerékbilincs van zebránál, amit megint nem értek a kerékbilincset, hiszen akkor nem tud elhagyni a tett helyszínét. Na, ja, akkor mi van? Most, ha mondjuk van egy jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak, és azt mondja mondjuk a jogszabály, hogy tegyél ki parkoló órákat mondjuk 80 méteren, 100 méterenként itt írnak, 50-70 méter. Most visszamegyek egy mérőszalaggal, és lemérem az utcát, akkor ha nekem most ez lenne türelmem, meg agyi kapacitásom, meg egyáltalán végigmenni egy 2 éves ilyen peres eljárásra, hogy most itt perben állnék az önkormányzattal, akkor lemérem, és bebizonyítom nekik, akkor effektíve, akkor az támadható kell, lenne. Nincs ennyi most ebbe az 5000 forintba, de most vigyek egy mérőszalagot, és mérjem le, mert elvileg nyilván tényleg kell, hogy legyen valami jogszabályi kötelezettségük, hogy x méterenként ki kell tenni valamilyen kis táblát. Ugye most ezt ellopták, megsérült, éppen szerelték, leszerelték, nem tudom. De nem volt. Hát, ha van időd, energiád és elég hajat hozzá, akkor... Igen, mert mondjuk méteres mérőszalaggal. Igen, és ráadásul ugye, hát mondok egy meglepő szituációt, ami nyilván nem annyira meglepő. Mi van, hogyha ez az automata például rossz? Az más. Akkor de nem, csak mondom, hogyha ez a 200 méterre található, egyébként a kanyar mögött található automata is, éppen valamiért problémás. Akkor el kell menned a másik irányba 200 méter. Akkor mész meg. Nem, akkor szerintem akkor azért lefotózod az automatát, dokumentet, tehát akkor azért van valami lehetőség. Én ezt nem próbálnám. De ezek az automaták, én még sose találkoztam az, hogy rossz, ráadásul a mobil parkolásnál már csak egy telefonszám van, és kiküldött. Tehát neked már, én már nem úgy, nem is kell megvened a jegyet, vagy én azt már nem szeretem, nincs apróm, tehát az már úgy nem jó. Két dolgot szeretek az automatákban, egyébként az okosat, aki összekarcolja a kijelzőjét, mert ez egy ilyen műanyag lappal védett kijelző, és valaki kulcssal vagy pénzzel össze szokta karcolni, tehát semmit nem látsz benne, hogy meddig parkolhatsz. A másik meg, hogy azt, aki kitalálta, de ez egyébként az itteni idítő automatánkra is jellemző, megveszed a jegyet, kicsúszik, ugye egy ilyen íves cuccon, és előtte van egy műanyag lap. Ha azt benyomod, akkor az alatt be kéne nyúljával, hogy nektek nem volt ilyen. De. Az üdítő automata itt nálunk ugyanilyen. Az üveglap mögé esik be. Nem bírod kivenni. Na mindegy, ez csak így eszembe jutott. Meg azt a hülyét, aki össze szokta karcolni, hogy ne, akkor most mi lesz? De neked az jó. Igen. Na mindegy, ez olyan kis fura volt igazából. Hát biztos van szabályzás, hogy hány méterenként kell kitenni, nem tudom. Biztos, hogy van. Biztos, hogy kell lennie. És akkor még örülj neki, hogy nem csinált valaki 10 000 forintért egy fotótról, egy Sebestyén Balázs nem fizet a parkolásért. Egyébként igen. De a bizonyíték ott a piros kis csomagrát. Igen. Na, és akkor jár a 10 000 forint az olvasó. Ezen a képen látszik, ahogy kiszáll az autóból. Itten meg már meg van büntetve. Igen, és odaírva, hogy a luxus terepjáró, nem mintha egyébként a persze telik. Igen, nem mintha egy milliós autóval nem ugyanolyan jogszabályi kötelezettséget, mint a vásárolni jegyet, mintha nem tudom milyen terepjáróval járnál, tudod? Tehát hogy kicsit másfelé orientálódnak ezek a cikkek, igen, máshova helyezik a hangsúlyt. Mindegy, letöltöm ezt az alkalmazást újra. Tehát én ezt megszerzem magamnak. Új most ez már a, új, ez a parkolás alkalmazás, ez egy baromi jó dolog. Ugye, hát nálatok, mi van nálatok? Ti mit, postagalambot küldtek, vagy mit csináltok? Nem, én belemondom. Miben? Hello, Rottenbiller sarka. Igen, kedves kisgazdám. Hello, és a Rottenbiller sarkán szoktál állni. Nekünk ennyi is elég. Itt ad már az Android. Kedves kisgazdám, már is nyomtatom a parkoló céduládat, addig igyál meg egy hűs koktélt a Rottenbiller és a nyugati tér sarkán. Azonnal elkészül a parkoló cetlit. Nem, ugye van ez a parkolás alkalmazás, hát mondom ezt azoknak, akiknek ugye olyan telefonjuk van, hogy értik, hogy miről beszélek.
Tehát régi. ez egy örök harc lesz köztünk. És akkor letöltöm, és akkor ezzel nem lesz baj. Na, nézzünk egy-két SMS-t, mert jártak így hallgatni. Mondjad, Anna, mit integetsz? Elmondani. Na, gyere, mondd. Most beszéltem Leventével, ő azt mondja, hogy ez a szoftver azért hagy maga után egy kis kívánivalót, már letöltötte. Ez a parkolós. Ja, parkoló GPS alapon megy, és ő a Dohány utcába parkolt, csak a Dohány utcának az egyik vége 7. kerület, a másik vége 6. kerület. Aha. Ő rendesen kifizette ezt a GPS koordináták alapján a parkolót, csak hogy az a 7. kerület volt, már ő 6. fizetett. Igen, de a szoftver, a parkoló szoftver mondja, hogy mindig nézzen utána, hogy jó körzetben áll. Tehát ők nem vállalnak azért felelősséget. Hát ez az, csak meg kell nézzen, mert ugye van, hogy egy körzet határán vagy. Igen. És a körzet határán vagy, akkor azért ő mindig felhívja a figyelmet, hogy aha, járj utána, és bizonyos, hogy meg róla, ő nem tud azért felelősséget vállalni, vagy ilyen kis szöveg, amit mindig elküld neked. Értem. Csak azt mondja, hogy nem pontos, tehát vigyázz vele, hogyha pontos, ezzel parkolsz, mert őt így büntették. Aha. Tehát egy ilyen nép. Igen, mert az már nem érdekli őket, hogy neked van jegyet. Ha a másik zónába szól, akkor egy szumi. Pár méterrel arrébb, mert ez a 7. kerület volt, de 6. fizetett. Na, András hát, ilyen az egyik oldal, a 6 másik. Sok ilyen van, igen, itt Pesten. Ennyit. Miért nem lehet egységes? Igen. Miért nem lehet egységes? Hát, mert akkor nem tudod odaadni a lóvét annak a kerületnek. Igen, ez kerületenként megy. Tehát ez a 6. kerületben parkolok, az a 6. kerületi igen, önkormányzatnak megy. Így van. És hogyha a 8. akkor meg az. Ha te egy átlagszámot dobsz, akkor ugye nem tudják különvenni. Bárki mondjuk ki lehetne abból, hogy az autó. Na de most ez miről szól? Ez most az önkormányzatokról szól, vagy arról szól, hogy az autósoknak könnyebb legyen parkolni? Az én olvasatomban arról szól, hogy az autósoknak könnyítsék meg a parkolást, nem? Az önkormányzatok szempontjából viszont arról szól, aha, hogy hova mennyi pénz megy. Hát Ferit is megbüntették nálunk, nem akarom fölhánytorgatni, tök aranyos volt, mikor jött hozzánk bútort szerelni, mert hogy senki nem gondolta, akkor vezették be nem igen, olyan régen, a lakótelepen nálunk parkolóra van. És a Feri ugye automatikusan úgy volt, hogy itt van egy lakótelepen, leteszi a kocsit. Igen, ám csak hogy letették a kis piros mikulázacskót, tehát nem elég, hogy ingyen jött szerelni, de még fizetett is érte. Hát azt szereget tudnak, hogy az nekem mennyibe került az a szerelés, adjat. De tényleg, szóval nálunk is fizetős lett. Aha. Jönnek érdekes SMS-ek, ha nincs belátható távolságon belül működő parkoló óra, akkor nem büntethetnek meg, ismerősen pert nyert. Oké, csak nekem most ezen nincs erőm végigmenni. Tehát na jó, most de akkor oda mész, lezúzod. Megsemmisíted, elhordatod. Igen. Jogszabály írja elő, hogy milyen méretű táblán, milyen méretű betűvel kell tájékoztatni az állampolgárt a parkolási kötelezettségéről. Igen, akkor lehet, hogy éppen szerelték, és nem elvitték, tehát ezt végig lehetne zongorázni, csak kiadom valakinek. Nincs kedve ezen végig menni, meghatalmazlak. Na, lelépett szépen. Te imádsz, írok, várjál, lett írni. Volna valami, gyerekkel valami délután. Lemondolcba. Legyen inkább ez. Nincs kedved a következő 3 évet rászállni erre, így hogy van, morning, show, szolgál. Morning show versus 8. kerület, tudod, és egy ilyen őrült csata indul, amíg beszámolnál, hol tartasz, írnám a meghatalmazásokat, és te, mint az én kis bojtárom, igen, leszek a cetlitépő embered, beállok a sorba helyett. Végig mennél ezen, igen. 3 szintű abszolút indokolt csörbökés. Szerintem ne fizes be, baliázd végig, írja. Ha hallgató, nem, nekem ez nincs erő. Én inkább bringázom a gyerekkel, tényleg ehhez most nincs erőm. Bár ez az egy mindenkiért, mindenki egyért. Harcol. Hát te elkezded a harcot, mi megyünk utánad. Igen. Az utcában a lakom 2 parkolóra van, az utca kb. 1,5 kilométer hosszú, az őrök szeretik azt az utcát, piros csomi minden második autón, biztos nem szándékos. Bali, ne túráztasd magad, szinte mindenhol ilyen nehéz parkolni. Írja nekünk egy hallgató. Ha feltörték volna az autódat, akkor órákat vársz a rendőre. Jó, hát most persze, ha, jó, de az nem az önkormányzat hibája, hát akkor meg kell venni addig a parkolási centét, ezzel nincs baj. És egyébként a csomag kívül volt, vagy belül az autóban? Nem, képzeld el, hogy a tégla alatt, amin állt a kocsim már, mert már leszerelték a gumikat is büntetésből. Nem, nagyon szépen összehajtva a jobb oldalán az autónak a esernyő, vagy mi az ablaktörlő? Az ablak... esernyő. Az ablak törlő alatt. A vízvédőponyva alatt. De figyelj, olyan, mint egy ilyen kis ajándék, tudod, így jössz, mert már tudtam, hogy megbüntetnek, nyilván már éreztem, hogy itt valami nem stimmel, jöttem, meglátod az autót, és ott van a kis csomag. És azt mondod, jól van akkor. Leszettem, kibontottam, és megnéztem. 5100 forint, vagy valahogy így. További szép napot, vagy ilyesmi van benne? Vagy valami? Tehát, hogy így azért ne legyen nagyon rossz a hangulatod, amikor így arra, tehát, hogy van benne valami biztató? Egy-két sor.
ami, amitől olyan emberivé válik. Volt egy, szelfi a parkolóőrről, ahogy teszi éppen rá. És mosolyog marhára. Ahogy éppen teszi rá a kocsimra a centit, és így nagyon mosolyog, és az is szeretettel bali. Igen, igen. Azt mondja, a mérőszalag kötelező autós tartozik, így a valaki, hát akkor tényleg vezessék be a kreszbe, nem? Tegyünk mérőszalagot. Kötelező. Tegyünk mérőszalagot az autóba, vagy mit tudom, elvárható tartozék, tegyük bele, és mérjük le a parkolóra. Nézzük meg, hogy mennyi méteres van a jogszabályban. Nem tudjuk ezt megtalálni, hogy 70 méter, 80 méter? Valószínűleg nem tudom. Így van ez fölosztva, hogy 70-80 méter. Szóstokot is elfogadják. Mondjuk, hogy neki ezt kicsit hajtogatni, az érdekes. Na mindegy, jó van. Nem hívsz meg egy büntire? Hívjon a halál. Hát érted, fizes kell. Érted? Hát te vagy itt a jogkerülő. Jogkerülő magatartást kell tanúsítani, akkor nincs baj. 7:30 múlt, pontosan egy perccel jönnek a hírek, aztán hoztam nektek egy kis meglepetést, arról beszélgetünk. Azonnal, azonnal a hírek után. 7:42, hello mindenkinek, jó reggelt. Kívánunk, két autó koccant a Budafokin kifelé, az erőmű magasságában, ezt Gábor küldte nekünk. Köszönjük szépen. A 11-es befelé Téboly, majdnem tahított falu meg sem moccan a sor, szép napot. Nektek trafi a 4-es út Bocskai kerti szakaszán, most változtattak másodszor pozíciót, imi voltam. Na, hát és jönnek még itt a parkolással kapcsolatos SMS-ek, hogy ki, hogy égette meg magát, illetve kit miért büntettek meg. Hát ugye szoszú téma lehetne, akár tízig is tudnánk ezzel foglalkozni, nagyon sok hallgató írt, hogy ezért vagy azért büntették. De jött egy jó ötlet, hogy mi van akkor, ha megbüntetnek engem, vagy bármelyik ötöket, rajta van a piros cetli, és én, mint olvasó riporter, feljelentem saját magam. De okos, 10 000! Az nagyon jó, bejebb vagy. Oh. Mi történik? Az olvasónknak jár a 10 000 forint. Sebestén, Balázs olvasó. 5 000 forint a bünti. Kerestél egy ötöst. És kerestél egy ötöst. De 5 000 forintot kerestem azon, hogy én saját magamat elküldöm az egyik bulvár újságnak, és feljelentem, hogy na nézd meg a szemét, Sebestén Balázs. Nem fizet parkolási díjat, és ezért megkapta a piros cetlit. Szerintem tökre megérni. Nem rossz. Feljelentem saját magam, kapok 10 000-et, és keresek az egészen 5 000-et. Nagyon jó. Az a baj, hogy két hét után az olvasó szerkesztő azt mondaná reggel, letegyük Balázson kívül valami. Igen, nem túl image építő egyébként, hogy hetente jelenik meg, hogy jó, de Mikulás csomagot azért sokan kapnak. Tehát ezzel igen, ez nem olyan, mintha én olyan helyen parkolnál, ahol mondjuk rokkant jelzés van, mert az nem szép. Piros Mikulás csomagom már mindenki átesett legalább 5-ször, aki sokat parkol a belvárosban, és elfelejti, lekési, lejár az óra, amit megvet, nem? Feldobom magam a bulvárnak, és keresek rajta 5000 forintot. Eszembe jutott más is. Mi van akkor például, azt az ellenőr nézi, hogyha nekem van egy piros csomag a kocsimban? Megnézi sajnos. Ki kell ábrándítsalak, ezzel ő nagyon emlékszik? Sokan... Igen, nagyon sokan próbálkoztak már, hogy egy régebbit tartanak maguknál, és az fölteszi a szélvédőre. És az nem az első, hogy megnézi, nem. Nem ő adta, tehát az nem egy működő dolog. Igen. De a régebbi alatt azt kell érteni, hogy mondjuk egy napnál régebbi, tehát igen, hogy aznapival, mert mondjuk minden nap 5000 font, az se jó, de, nem, de hogy igen, minden nap megbüntetett magad, és viszed magaddal a kis csomagot, és bárhol parkolhatsz. Igen, jó, vagy az jó, hogy egy hónapban befizet 150 000 forintot, a hülyének is megéri, hát ez nagyon vagy jó. Vagy az idő, jó, hogy a már megbüntetett autóról leveszed, és átteszed a sajátodra. Na? Az nem, az kiszúrás a másik az autóval. Az ugye, mert ő akkor azt hiszi, hogy nem büntették meg. Igen. És akkor utána nem fizeti be, közben meg egyszer csak már 15 000-et hogy mással kiszúszta. Ilyet nem csinálnék, hogy átveszem másik autóról. De mind elmélet egyébként nem rossz. Én azt is hallottam, hogy sok parkolóőr azt csinálja, most nem tudom, hogy igaz vagy nem, hogy megbüntet, hogy ki van nekik adva, de ez lehet, hogy aztán tudod, ilyen városi legenda. Megbüntet, ráteszi a piros cetlit, lefotózza az autót, de leveszi a piros cetlit. És akkor nem fizeti be értelemszerűen, hiszen nem tudja, hogy megbüntették. És nem tudja, hogy megbüntették. Nekem ezt mesélték, és nem akarok senkit meggyőzni. Ez igaz vagy nem? Hát ez most lehet mondom, hogy városi legenda, de csak hallottam, mint elmélet. Jó, és ha lefújja a szél, vagy a troli menetszele lerántja róla. Nagyon meg kell, hogy menjen az a troli a mellékutcába, ami lerántja a parkolást. Nem ment még. De hogy mi történik? Lefotózza a parkoló őr, ugye a piros, ráteszi a cetlit, úgy csinál még egy fotót, ha kell, és utána leveszi a cetlit. Te beülsz az autódba, és fogalmad nincs arról, hogy megbüntettek. Mi történik? Ketyeg a büntetés úgy, hogy te nem is tudod, ugye? És már csak a 15 000-es, tehát a nagy jön ki. Ez csak egy rossz indulatú lehet, csak kérdezem, hogy akár így. Tehát, hogy most ha én mondjuk kapnék egy ilyen megbízást a parkolási társaságtól, mint régen, amikor rohadt nagy káosz volt, szerintem azért ez most már valamennyire rendeződött, nem? Mobil parkolás van, az önkormányzatok kapják,
tehát most ez már szerintem normalizálódott, ez a régi nagy parkolási káosz. Ugye régen azért nagyon sok harc volt a parkolóőr, meg a járókelő, meg az autós között, hogy tette rá, hozzáérhet az autóhoz, nem érhet hozzá, mikor büntet, mikor nem. Az is egy jó kérdés, hogy hozzáérhet-e. Hát elvileg egyébként nyilván nem, de ennek most már szerintem új szabályozása van, szerintem ráteheti. De például hóval van belepve az autó, akkor ugye régen az volt, hogy nem takaríthatja le az autót. Na mindegy. Nem tudsz vádalkut kötni velük, vagy nincs valami olyan információ? Nem akar az arca lenni. De vádalkut kötök, köpök rád. Jó. Van egy autó, csak hétvégén járnak vele, de állok viszont annyit parkolnak tilosban. Még hétvégén nektek jó, mert mindenhol ingyen parkolatok. Hát, hétköznapig ugye nem használjátok az autót. Még nem. Azért csomó készülődünk sokáig. És az igaz például, hogyha ül egy személy benne, bár parkol az autó, akkor nem büntethet? Az nagy, amikor viszem mindenhol a nagymamámat. Ennyi, ezt akartam mondani. Nagyi, megyünk bulizni. Eszel, iszol, amit akarsz, az a zene szól, amit szeretné, itt ülsz a kocsiba, el nem mozdul sehova. Tudom, hogy kiváló hallásod, de ezt a hallókészüléket azért tedd be az egyik füledbe, ezt meg a másikba, hogy lássák már messziről, hogy úgyse fogod hallani, amit mondanak, nem hallja, nem, ja, ott a készül, nem hallja. Csókolom, ki az autó? Na én ezt fogom csinálni, ha látom, hogy jön a büntetés, felnyomom magam. Ezt megcsinálom. És akkor megvagyunk. Nem? Jó. Teljesen jó. Odaadom neked a fotót, te beküldted, mint olvasóriporter. Ennyi. Jó, de akkor a Jani is levesz belőle. Hát kapsz egy rúgót, az a te boldog vagy. Hát ez... nekem? Az nálad két trüffel a nem tudom, izé, parász cukiba, izébe, hát azért a kettő kőbányán. Nem jön ki a jóból. Ha útba esik, érted? Ha útba esik, bedobom nekik, postán nem küldöm, az mínusz postaköltség. Szerintem meg tudom csinálni. Igen. Na jó, a meglepetés még egy kicsit várat magára, nem akkora meglepetés, csak beleakadtam valami, és szeretném veletek megosztani. Most viszont Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. De jönnek elvetemült megoldások egyébként, és ha leszeded a rendszámot, nem rossz. Mennyire reális, megállsz 200 forintot, meg akar spórolni, és előhátul leszeded a rendszámot, a hónod alá csapod, és elindulsz, igen. Érdemesebb kifizetni nyilván. De mint ötlet tetszik. Halló, jó reggel! Henny vagyok. Henny, hello, jó reggel! Henny, honnan hívsz minket? Óbudáról. Óbuda! A szűkebb hazája, Balázs. A legjobb harmadik kerület. Hát, viccelsz. Igen, mert nincs másik harmadik kerület. Ezért mondtad, hogy a legjobb harmadik kerület, nincs belőle más. Óbuda melyik részén? Az egész kerület a fejemben van. Florián tér. Hát az tényleg nehéz. A 21. század Abu Dhabi a gyerekek, a Florián. Melyik része? Mert arra mentem tegnap előtte, az, hogy fejlődik gyerekek, az üzletközpont Óbudán. A 22. század Dubája. A Florián üzletközpont, és ott körülötte hát, minden. Hát az hát azok a megállók, amiket most építenek ott, azok a beton szörnyek. Hihetetlen. De egyébként tényleg, láttátok? A Burj Al Arab sehol nincs hozzá képest. Azt kell, hogy mondjam, a Florián üzlet. Én néztem, hogy most mit zsalúznak ott, építik az atlanti falat, aztán kiderült, hogy nem. Villamos megállókat. Igen. Bizony. Hogy azokat kitalálta ki. Miért kell azokban annyi beton? Hát most komolyan. Hát látod a villanás, balról beállsz mögé, túléled az atomkatasztrófát. Miért kell ekkora? Meg igen. Hát ha esik az eső, alá tudjatok állni. Elég sok járok arra felem, mert ott van a kedvenc mászótermem, és akkor nézem, hogy zsalúznak, beton, még azon felül is beton, na meg egy kis beton. Én tudod, bármi épül a városban, én annak örülök. Én felszállok vagy az egyesre is, ha átadják. Henny, mivel foglalkozol? Eladó vagyok. És ki az, aki ott melletted beszél? Az egyik vevőm. Igen? De reklamál, vagy hallja, hogy adásban vagy, és próbál segíteni? Meg az ebédszállító. Jöttek segíteni. Jókorá hozták az ebédet. Hallották, hogy adásban nem vagy? Nem fog kiülni esetleg. És jönnek segíteni neked. És akkor bezártatok. De jó. Bezártatok addig, vagy most nyitva van a bolt? Nem, nyitva vagyunk. Mit árultok? Hát éppen most eladok két soskicsit, meg két sajtosat. Jó, hogy közben nem áll meg az üzlet, mert de jó vagy. Hmm. Nekem tuti jó veveim vannak. És milyen a vevő? Aranyos, kedves, vagy undok és morcos? Ó, egy nagyon jó képű fiú. Ó! Aranyos, igen. És minden reggel jön sóstangliér? Igen, viszi a otthon a kismamának. Ezzel helyre is tetted a dolgot. Igen, ebből már nem lesz randi. Ebben finoman kompenzáltad, hogy egy jóképű fiú, gyorsan helyre is tetted ezt a dolgot. Hát túl fiatal hozzám. Az a baj. Mihány éves a fiú? Ha megfoglalt is, hát a 35. Ez most úgy mondtad, mint a 80 lennél. Nem, hát annyi nem vagyok azért, csak 79. De mennyi vagy, hogy túl fiatal hozzád, hogy 35 éves? 47.
Na, hát egy MILF korszakba létezik. Nincs ez a semmi egyáltalán, sőt. Hol van ez? Mondjam a címet! De lehet, hogy egyébként a srácok is csak fedősztori, ez az otthon a kismama. Lehet, hogy se kismama nincsen, senki nincsen, de csak jön a sóstanglier. Nincs a túrót, nincs ismerem személyesen, ő a póthugicám. Ó, hát olyanok vagytok, mint a Kelly Family, kicsit belterjesek, de hogy... A póthugicám. Igen, a póthugicám. Bebábozódva épp. A póthugica a pasia jön hozzád sóstangliért? Mint a szél. Aha, ez nagyon, nagyon jól hangzik. Na jól van. Mutatjuk, mit csinál Óben bácsi, Berun néni, figyelj! Oké. Okay. Jó. Ó, építik az egyes villamost. Ez a villamos csörgés, vagy csengetés? Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! La na 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 na. Ó. Don Quixote! Hát nem ott van! Így van! Kassa Timitől! Tőle is tehetne! Gyerekek, a retro napon készülök Neoton Familiával. Gondoltuk, hogy lesz. Mondjam azt! Gyerekek, mondjam azt, hogy egyik... Egyik legjobb ebéd szállít a Viktor! Micsoda? Iskolád, egy született mókamester, vagy mit mondtál? Mit mondtál? Én nem értettem. A kiszáll... legjobb ebédszállító fiú a Viktor. Jó. Aki segített. Igen. Hát. De miért jó? Pontos, vagy nem eszik bele a szállított kajába? Vagy mi mit tudunk? Milyen paramétereket tudunk Viktorról? Hát Viktor, ez a fiam lehet, ne? Kezdjük ott. Mindenki. Mindenki. De egy jóképű fiú. A ő is? Látod. Hát, de itt egy jóképű fiú, egy baja van, randa szőrös. Nem borotálkozott még meg. Hát, most volt, Jani, te sem mennyi. Hen, én nem akarok válkálni a múltadba, de ha mindenki a fiad lehetne, akkor azért történt egy-két dolog. Hát, hogy mit csináljak, ha ilyen fiatal fiúk járnak hozzám? Engem szeretnek. Az a jó, az a jó. Henny, megvan az ajándékcsomagod, és van benne pasztartó egér alá. Aki kérdez, Vágó István. Van benne nagyon szép bögre, egér alátét és pasztartó, jó? Ez az, köszönöm! Nagyon szeretek veleteket. Igen? Igen. De miért? Mert olyan jó kívül a Balázs. Igen. De várj, hagyd mondjál, hogy miért? Az egyik kedvencem a Balázs, a Feri, a Jani. Jaj, de drága van. Kicsit úgy szeretjük ezeket hallani, azért kérdeztem. Jól van, megjött a sör is, vagy a göngyöleget viszik? Nem, jött még két jóképű fiú. Most már tényleg mondják, hol van ez a bolt. Remélem. Akát között. Gyertek. Várlak beleteket már azonnal is. Remélem, valaki előbb-utóbb boldoggá tesz, Heri, mert nagyon... Én boldog vagyok. Az hallatszik, és ennek örülünk. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Sziasztok. Hello. A gyerekek, de szerettem az ilyen vidám hallgatókat. Jó, bizony. Tavaszi hangulatban. Igen. Meglepi? Óra után. Jó, ha valaki ott volt a Budapest München járaton továbbra, és várjuk a jelentkezést, 555-55-00 a telefonszám. Szeretném szemtanúkat egy kicsit kitárgyalni, hogy mi történt azon az ominózus járaton. Jó, 5 perc van pontosan, 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra múlt, 9 perccel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, itt vagyunk. Hello Janni, hello Feri. Hello. Hát jó reggelt. Itt vagyunk, így van, szerda van, ez ugye kicsit mindenkinek nehéz, kicsit mindenki úgy érzi, hogy hát igen, ez most olyan elmúlhatatlan, de vége lesz. Jó idő van, süt a nap, tessék a pozitív dolgokat megragadni, és azokba belekapaszkodni. Ugye? Így van, így van. Bárkinek jól jött például, szerintem hangulatjavítás célra, egy nagyon jó kis morning show-s egéralátét, amit úgy lehet megnyerni, hogy kitaláljátok, hogy kinek a milyen látható a Facebook oldalunkon. Így van, ez egy játék, amit elindítottunk, lájkolni kell bennünket, ugye megtalálni Facebookon keresztül, és aki már lájkolt, az találgathat. Több százan próbálnak most arról éppen csetelni, beszélgetni a Facebook oldalunkon, hogy kinek a milyen van kint. Vannak jó megoldásaink? Vannak már jó megoldások, de még jöhetnek a megoldások. Sokan nagyon jó irányba haladnak, de vannak, akik természetesen, ahogy lenni szokott, nagyon szeretjük, hogy poénra veszik a figurát. Az is jó, persze, persze. Ma egy egér alátétet adunk egy nyertesünknek. Na, nézzük, hogy mit írnak a hallgatók közlekedés szempontjából. Hellos kacok, Sopronban a határnál, a szemben a forgalomban mérnek a rendőrök a MOL benzin útnál. Szép napot, Bozsika. Szeged-Budapest úton zöld kisbuszból szintén mérnek, ezt Pisti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Négyes durra Clark Ádám téren Budapesten, rendőr helyszínel.
Úgyhogy ott is egy pici dugóra kell számítani, nyilván ez az alagutat és a Lánchidat érinti leginkább. Budafokin kifelé belső sáv, két autó kickoc alakul, a dugó kickoc, ezt Roli küldte, köszönjük. Valamint koccanás történt, igen, pontosan ezt mondtam az előbb, az alagútnál ráadásul négy autó út között, és a főutcán is már hatalmas a dugó, akik ott állnak, tartsanak ki. Brada Zoli is elküldte nekünk, köszönjük szépen. Ezek a legfrissebb hírek jelen pillanatban már, ami a közlekedést illeti. Illetve Budapesten az útépítők együtt éreznek a Lufthansával, nem dolgoznak, csak állnak. Mekkora duma, nem? És hát nagyon jókat küld egyébként mindig. Hát nézem az SMS számát, 41-re végződik. Együtt éreznek a Lufthansával. Hát most ott ugye nagy sztrájk van. Bizony, egy háromnapos szünet tűnik. Finoman hány utas érintett, 600 ezer ilyen számok vannak, mi felfoghatatlan, nem? 600 ezer utas hirtelen nem tud elrepülni, ahova szeretne. Na, meg akarok veletek valamit osztani, mert szülőként szerintem mindenki érintett a dologban, nem szomorú, nem is felháborító, egész egyszerűen csak értetlenül álltam a jelenség előtt, de szerintem majd ti, mint nálam sokkal gyakorlottabb szülők, hiszen van némi korelőnyötök, már nem úgy értem, hogy nektek, hanem gyereknevelésben, ugye? Mennyi a legidősebb, Feri? Hat lesz, hát akkor kettő évet ott is rám vesz rutinban, és a szakma szeretetében. Nálunk pont annyi, mint a legfiatalabb. 11. A legidősebb. Megy van. Igen. Na kösz. Ugye az esti meseolvasás, az mindenkinek egy, szerintem egy kicsit érzékenyebb pontja, hogy mit akar a gyerek, és mit akar a szülő, a kettő sokszor nem találkozik, ugye? Uh-huh. A gyerek századszorra akarja meghallgatni azt a mesét, amit már nem bírsz neki elolvasni, mert tényleg 66-szor elolvastad, ez lehet Anna Peti Gergő, lehet Bogyó és Babóca, lehet Jancsi és Juliska, de ha belezúg a gyerek egy mesébe, legalábbis nálunk a Beni, nem tudod leszerelni arról a meséről, nem? Hiába hozol ki bármi. Semmi. Ma kicsim, ez már tényleg, ez már nem is te, ezt tudod, milyen kicsiknek való. Hát te már nagy lány vagy. Nagy, kihozom, van még 50 könyv. Gyere, nézzük meg a könyvtáradat. Választ egy másikat. Elterelő hadművelet. Ezt kérem. De akkor is legyen. Hát itt van a csendes Don. Igen. Vagy a matek példa. Az öt könyv. Vagy ott van Raskolnyikov kalandjai, a bűn és bűnödés folytatása. Szóval nálunk is mindig megy az elterelő hadművelet, de mindig Beni győz. Beni győz, elmondja, hogy Anna Peti Szilvásvárad. És akkor elolvasom 4050 egyszer az Anna Peti Gergőből a Szilvásvárad, a család elindult Szilvásváradra, és Anna Túrós, Peti Mákos, Juli. Átfogyás. Anya Peti csokis rétes nevet. És még azt se tudod megcsinálni, hogy önszórakoztatásból kicsit variálsz. Nem tudsz, mert rád szól. Ez nem így van. Így van. Lappal lapoz vissza, ez nem így van. És néha, amikor már kicsit látom, hogy álmos, akkor kettőt lapozok. És hirtelen már a végére ugrok, amikor a Szilvásvárad mesében mindenki réteseszik. Apa, kihagytad azt a rét? Mondom, te okos vagy. Tudod, azért ugyanakkor büszke is vagyok rá, te okos ez a gyerek. Visszalapozok, de akkor mondom, ez még 4 perc. Szóval az esti meseolvasás. Olyan volt, hogy elaludt, és azt mondtad, hogy átaludtad a mesét. Hát már elolvastam. Gyerekek, szerintem ez legenda, hogy a gyerek belealszik a mesébe, szerintem ez kamu. Tehát, hogy én ezt láttam már a Halász Judit lemezen, hogy a gyerek elalszik, és a Halász Judit ott még mesél, nekem ezt mesélték, nekem a gyerek, hogy egyszer nem aludt még bele a mesébe, szerintem ilyen nincs. Túl jól mesélsz, ez a az baj. Biztos. Legyél unalmas. Én igen. Úgy átélem, hogy a Szilvásváradot. Anya ment a Szilvásváradra, beültek a piros kocsiban, megnézték a fájtól vízes és elolvasták, igen, miért hívják fájtól vízes és mi az a pisztrány, jól lapozzunk ki, milyen rétes tevet. Nekem a gyerek még soha nem aludt bele a mesébe. Sőt, nekünk ugye az a deal, hogy kettő van az én ágyamba, vagy a Viki mesél, ugye felváltva osztjuk le, de és akkor egy, is. Tessék, akkor nekem is öltözik hozzá. Persze, igen. És akkor átkísérem a gyereket a saját ágyába, és ott még a róka és a gólya. Arról se tudom lekattintani. Ha nem meséltem el 4000-szer egyszer, se a róka és a gólya. Lapostál, magastál, ilyen, de olyan, tehát a róka és a gólya. De az legalább jó, azt én is szeretem. Elmondom neked, ha veszel egy cumit a szádba, bevekszel az ölőt, úgy mesél, mert bekisílsz a gyönyörtől. Beveszem a Feri hüvelyk ujját. Hozom a kis kulacsodat, mert benne van kis kulacsa, vissza a kis hidegvizet, és közben róka és a gólya, ez a deal. Lefekszik, megkapja ott még az ő ágyában a róka és a gólyát, megyek az én ágyamba, és akkor ott már csak úgy beszélgetünk. Átkiabál, visszakiabálok, vagy a Viki csinálja ugyanezt, mert ugye ő is. De a régi klasszikusot mondod, nem azt a gólya és a rókát, amikor a gólyát elhívják legény búcsúra is. igen. És a róka csipendél. Nem, ő is hiszétes, hogy róka. Nem, klasszik. Kicsit csavarok rajta, de a klasszik. Vannak külön hangjaid már a szereplőkre? Tehát kidolgoztál, ugye a Bogyó vagy Babócába például a Bogyó. Ilyet a Pogány Judit nagyon jól csinálja, hogy még az utolsó Moha fiút is 46. szinkronhangot tudja hozni. Igen, egyedül. Kicsit a rókánál mélyítek, meg kicsit a gólyánál kelepelek. Na ez a baj. Unalmas egyhangú, akkor beleállsz a közepén. Unalmas egyhangú? Unalmas egyhangú.
Na de most megoldottam a dolgot, bementünk Bennivel egy könyvesboltba, és közösen, gondoltam, nyert ügyünk van, közösen megvettük a 3 perces meséket. Jó. Mert ebből rögtön tudod, hogy ez nem lesz 5 vagy 10. 3 perces mesék. Osztalszik, de jó. Arrébb hívtam a Benit a meseosztályról a könyvrészen, odaadtam neki a könyvet, és azt mondtam, nézd, tudod, mert ha ott áll a mesekönyvet, akkor biztos nem az kell. 3 perces mesék. A szegény átvágva volt egy picit, nem tudta. Nézd, 6 perces mesék. Apa, ez nem a 3-as. Ja, de bocs. Áthívtam a szép irodalmi osztályra, de egyik se tetszett neki, mert nem volt színes. 3 perces mesék. Mondom, meg vagyunk. A gyerek lecsapott, csillogó szemmel elindultunk a pénztárhoz, megvettük a 3 perces mesék. 103 perces mese van benne. Hát kell lennél jobb egy szülőnek? 103 perces. 100 darab apró mese van benne, mindegyik 3 perces. Tök jó, tervezhető. Igen, meg vagy, nem tudom, meg júliusig. Vagy. Már láttam magam, ahogy egyébként ugye hazamenve elmondom a 3 perces mesét, és a gyerek beleesik. És akkor ért a meglepetés, nem hiszitek el, hogy szülőként milyen mesék vannak ebben a könyvben. Nincs 3 perc. 1 perc alatt el lehet mondani. 3 perc nincs is. Akartok ezekből a mesékből? Behoztam nektek. Akartok persze, ezekből a mesékből? Igen, de úgy, mintha Beninek olvasnád. Igen, akarunk. Apa, még. Jó, de akkor legyetek Beni, jó? Igen. De aztán anya is öltözzön be. Te kisfiam, ránk nyitottál, vagy miért nyomod ezt a beöltözést? Mondd meg, volt be apádnak leselkedtél? Figyelj, ezt tényleg, komolyan mondom, nem hiszitek el. És ez gyerekeknek készül. Egy haldokló oroszlánnak is van büszkesége. Nagyon jó. Vidám. Tehát rögtön egy halállal nyitunk. Figyeld, ez az első mese, amit elolvastam a Beninek, nem értettem. Egyes oroszlánok bizony nagyon komiszak tudnak lenni, kezdődik a mese. Kihasználják az erejüket, és állandóan ütik, verik a többi állatot. Hát te rohadék oroszlán. Figyelj, volt egy hatalmas oroszlán, amelyik már nagyon öreg volt, és haldoklott. Apa, mi ez, hogy haldoklik? Hosszú élete során sok állatot bántott az erdőben, és ők most eljöttek, hogy bosszút álljanak rajta. Folytatja a mese. A vaddisznó agyaraival felhasította az oroszlán bőrét. És kifordulta bele. A bivaj lehajtotta a fejét, és szarvait az oroszlán oldalába mélyeztette. Az oroszlán fájdalmasan felkiáltott. Ő utána a szamár következett, aki nagyon sokat szenvedett az oroszlán kegyetlenségétől. Hangos ijázással fejbe rúgta az oroszlán. Hát ez nagyon bár. Most már ideje meghalnom, suttogta az oroszlán. Azt még elviseltem, hogy nagy és erős állatok bosszút álljanak rajtam, de azt a megaláztatást, hogy még egy gyáva szamár is megrugott, már nem bírom elviselni, mondta az oroszlán, és meghalt. Ja. Jó éjszakát, Benni! Aludj jól, gyermekem! Vidám álmokat kívánok neked! Apukád most itt hagy ebben a nagy és sötét szobában! De ne félj, gondolj a mesére, amit elmeséltem itt neked! Itt a vége, fuss el vére! Itt a vége, fuss el vére! Várjál, hát sokkal durvább! Hát de mondjuk a lebomlásról még valamit azért írhattak volna, ne? És akkor jöttek a boldog kukacok! Így szól a második mese. Lapoztam egyet, a gyerek tudod, hogy kétségbe esetten néz rá, meghal, fejbe rúg, kivérez. Az ostoba békák, mentem át a második mesére, mondom, oldom a gyerek feszültségét, mi lehet? Nem, nincs ezzel. Azt nagy... már látom, hogy az író nagyon szereti az állatokat. Az ostoba békák, szól a második mese 3 perces gyermekeknek. Hallottad? Súgta oda az egyik béka a másiknak. A nap megnősül. Hamarosan már minden béka tudta a hírt, kiugrottak a tóból, és nagy ünneplést rendeztek a parton. Csak egyikük ült elgondolkozva egy kövön, és a fejét vakarta. Gondolkozzunk csak, mondta a többieknek. Ha a nap megnősül, akkor 2 nap lesz. Vagyis 2-szer olyan meleg idő lesz. És ha gyerekük születik, az még rosszabb lesz. A nagy melegtől ki fog száradni a tó, és mind meghalunk, elpusztulunk. Segítség, kiáltották a békák, beugrottak a vízbe, elrejtőztek a tófenekén, majd az egyikük meghalt. Leszívassál már! És most jön. Mutasd, ez egy... Adom, és most jön nagyon. Az utolsó. Ez, figyelj, egyébként ezzel nem hiszed várjál, el, de várjál. Várjál, van sokkal durvább. De ezzel nagy baj nincs, mert megmagyarázza. Ez megmagyarázza, hogy a békák miért élnek a tófenekén. Ez egy jó mese, én emellett vagyok. Jó. Ez nem rossz mese, ez nem rossz. És itt a harmadik, az öngyilkos nyulak. Már a cím jó. 3 perces mese gyerekeknek. Az öngyilkos nyulak. Az öngyilkos nyulak. Az erdő nyulai gyűlést tartottak. Rettenetes az életünk, panaszkodtak egymásnak. Egész nap kutyák üldöznek minket, emberek lőnek ránk, sasok csapnak le, rókák és farkasok falnak fel minket, tizedelnek minket. Minél tovább panaszkodtak, annál szerencsétlenemnek érezték magukat. Végül az egyikük azt mondta. Ugye itt várod a feloldást? Mi értelme úgy élni, hogy bármelyik pillanatban egy másik állat zsákmánya lehetünk? Öljük vízbe magunkat! Már!
Öljük vízbe magunkat. Nem már, hát ez most komolyan tényleg. Várjál. Várjál, volt egy normális nyúl, aki azt mondta, hogy ne. Á, nagyszerű ötlet, helyeseltek néhányan. Menjünk, halljunk meg együtt. Ez hülye. Menjünk, halljunk meg együtt. Kiáltották mások is, és a tóhoz rohantak. Atya úristen. Jó, de hogy valakinek eszébe jutott, hogy itt a buta békák laknak. Ezért elmentek az oroszlához. Ne vegyüljünk ezekkel a sötét állatokkal. Inkább tépjük le a saját fejünket. Nem már. Becsukt. De most menjünk, a következő ez mi lesz? Nagyszerű ötlet. Menjünk, halljunk meg együtt. Kiáltották mások is, és a tóhoz rohantak. Megtudom, becsuktam a könyvet, ránéztem Bennyre. Aludj jól, gyermekem. Álmodj szépeket, de azért előtte még egy Anna Petit elolvasnék neked, csak hogy oldjuk a mese által kiváltott frusztrációt. Érted? Szólt a Benni, hogy a apa, nem értettem, ezt nem tudta hova tenni. Nem tudta hova tenni. Nem ijedt meg, csak úgy láttam, hogy a személyen azt, hogy ezt most ő nem érti. Miért hal meg az összes nyúl? Miért lesznek öngyilkosok? Mi az, hogy öngyilkos? Ez egy mesekönyv, ezt ne vegye meg senki. Jézusom. Mondom, három perces mesék, ez a címe. Hát és ezzel még itt ilyen alternatív befejezéssel tudsz kitalálni. Igen, helyette. Nincs. Ezek meghalnak, mennek bele a vízbe szépen egymás után. Igen. Nyúlak és ott döglenek bele a tóhoz. De mire odaértek a tóhoz, a nap már felszállította a tavat, aminek a medrében halott békák tetemei hevertek. Na de se baj, itt hagyta a múltkor az erdőben, Stoll Buci bácsi az egyik két csövőjét, vegyük a szánkba és lőjük szét a fejünket, mondta a legokosabb nyúl. Ezután sorba álltak, viszont egy nyúlnak meg kellett húzni a ravaszt. Akartuk egy utolsó, de sajnos az utolsó nyúlnál már elfogyott az összes patron, de szerencsére Buci bácsi ott hagyta a zsigerelő kését is, amivel szeppukut követett el a kis találékony nyuszi. Igen, egy utolsó? Jöhet. Három perces mesék gyerekeknek, a mese címe Gyilkos szeretet. Gyilkos szeretet. Egy utolsó. Nem hittem el, visszakérem a pénzt, vagy becserélem, komolyan. Ha a filmcímkét látnám, lehet, hogy kivenném a Gyilkos szeretet. A gorilla mamának két kölyke volt. Csukjátok be a szemeteket, Balázs mesél nektek, tessék aztán aludni, mert dádá lesz. Jó? Utolsó mese, Benni. Jó, utolsó. Aztán alszunk, irgumburgum. Gorilla mamának két kölyke volt. Nem tudom, hogy hívták őket, legyen mondjuk Gergő és Gábor. Nagyon jó. Aha. Gergő és Gábor. Gergő kemény fiú volt, Gábor nem annyira. Az anyja úgy óvta szerette őt, hogy nem engedte szabadon szaladgálni, megerősödni és élelmet keresni, hanem mindig a karjaiban tartotta, csak ölelgette, dédelgette. Alszol már, Benni? Nem, én várom, hogy mi lesz a mese vége. Minél nagyobbra nőtt Gergő, az anyjuk annál erősebben szorította Gábort, míg egy nap olyan szorosan ölelte magához, hogy Gábor nem kapott levegőt. Várja, és? Gábor nem kapott levegőt, és meghalt. Nem már. Gábor nem kapott levegőt, és meghalt. Az anya túlzott gondoskodásával elpusztította azt, akit a legjobban szeretett. Hát gratulálok. Alszol már, Benni? Inkább csak hagyd abba. Nem merek elaludni, mert én is. Apa, ne ölelj ennyire! Soha többet nem hát szorítottad magadhoz a gyerekedet. Soha Jézusom. Többet nem. De mi ez? Emós mesekönyv? Iszonyú. Gyerekek, elhiszitek? Ültem, tudod, már aludta Benni, felolvastam egyet a Vikinek, lekapcsoltuk a lámpát, és összebújtunk, mi is úgy féltünk. Igen, és mondtam, de szólt, ne ölelj szorosan. Elhiszed? De hihetetlen. Ma biztos, hogy visszaviszem, tehát ennyire hülye nem vagyok, tehát akkor inkább tényleg kiveszem neki a Monte Cristo-t, aztán elkezdem 5 évesen olvasni neki. Ez mennyire kemény? De hogy ezt valaki leírja, és effektíve elkezdél oda olvasni a gyereknek, szerintem ez egy 10 évesnek is sok, nem? Tehát hát illusztráció van, ahogy van. Halott gyerek majom lóg az anyja csecsén. Nem, ott van az egyik majom a fán. Törött gerincel kinyúlt nyelve. De nem, hát akkor már ez a... Ott van az egyik majom, aki vidáman igen, ott van a másik majom, látszik színesben egyébként, Gáborka. Hogy még mosolyog Gábor, de nem tudja, hogy az anyja nem sokára készül halára ölelni. És még mosolyog. Én te boldog vagyok, ide bújtam az anyukámhoz. Recs. Nem sejtem, hogy nem sokára anyukám megfojt. És ráadásul nagyon okosan meg is személyisítik ugye az állatokat, akik gyakorlatilag semmiféle szerepük nincsen, azok vagy az egyik életben már a másikat, pedig az anyja halára folytogatja. Jó, de valahogy szólítani kell egy halott majmot. Írja egy hallgató, hogy 3 perces mesék Stephen King ajánlása. Igen. Ki írta ezeket? Tényleg ki írta? De nem. Tehát így,
Hát ez, ilyenek ezek a mai modern mesék. Hát csoda, hogy én a virágnak a Waffen-SS fegyverei és harcerjállásai című könyvből olvasom festékén. Apa, apa, még egyszer a halálfejes hadosztályról. Három hónappal ezelőtt belefutottam a kaki könyvbe. Azt mondtam, jó, lekakiják a vakondot, a vakond elmegy megnézni, hogy kikakilt a fejére. Emlékeztek? Behoztam. Igen. Kikakilt a fejemre, mondta igen. A vakond, és elindult, te kakiltál a fejemre, kedves madár. Nem, én nem ilyet kakilok, mondta a madár, majd oda kakilt egyet. Hát az egy felüdülés volt ehhez képest. Igen, írj, hogy hallgatunk, az állatorvosén tanulok, de ilyen sztorikkal a korbonztanon se találkoztam még. Jó, próbáljuk meg előkeríteni az írót majd, jó? Jó. Ezzel most dolgozom, most nem tudjuk fölépni, de próbáljuk előkeríteni. Magát. És most, Benni, feküdj, leírj egy másik hallgató. Mesélek neked a chemtrail csíkokról. Ja, ja. Az egy vígjáték ehhez képest, írja valaki. Szóval, hogy álltok ezekkel a mesékkel? Ezért ez durva, nem? Igen. Hát de most komolyan. Már majdnem véget ért a háború, amikor megvették azt a kis házat Hiroshima mellett. De tényleg. És egyszer csak egy repülőt láttak repülni a fejük fölött. A kisfiú odaszólt. A kis Yamaguchi még integetett is neki. Apa, nézd! Valami kiesett a repülőből. Ajándékot kapunk? Mondta a kisfiú. Biztos, hogy ajándékot kapunk. Gyere, bújj ide hozzám. Nézd, fotóznak is minket. Mondta a kisfiú, mikor látta a villanást. Apa, de hova futnak ilyen sokan? Kérdezte a kis Yamaguchi. Igen. Nézd, apa, nem mozog az árnyékod. A következő pillanatban százezrek sikoltottak fel egyszerre, majd mindenki halott volt. Hmm. Jó éjszakát, gyerekek! Közel álltak szénné. Most leoltam a lámpát. Leoltam a lámpát. Itt maradsz a sötét szobában. Aludj aztán, jól? Hallod hát ezt a távoli repülőhangot? Hát de most komolyan. Tehát, hogyha ilyen meséket olvasnak most a gyerekek, akkor gyakorlatilag a meséktörzs fejlődése ez lesz. Mi lesz a gyerekekből, ha ilyen meséken szocializálódnak? Egy Jancsi és Juliska már nem kell nekik? Egy hófehérke már túl sok? Érted? Hát abban is van. Gonosz boszorkány, meg tükröm. Nem, egy Budapest München járaton fogják múlatni majd az időt egy zsilettel. Egy zsilettel egyetemben. Ezek megmagyarázhatóak? Nem. Nem szabad. De azért gondoljunk bele, hogy oké, megírja. Leadja a kéziratot egy kiadónak. Erre most az a kiadó, igen, aki fantáziát lát ebben, és rábólint, és azt mondja, hogy tényleg, hát ez mennyire jó. A legjobban az a Gáboros, az a gorilla. Gyerekek, kiadványszerkesztő vagyok, és nem akarom elhinni, hogy ezt valaki betördelte, illusztrálta, és ki is adta Puszi Kriszti ére nekünk. De, hát nagyon. Te abszolút, igen. Ja. Ezt a mesekönyvet egy nyugdíjas patológus. Hát kaholyan, tényleg, tehát egy... Értem. Mesik a kriptákból. Ne vidd vissza, Vali, indíts új napi rovatot gyilkos hárompercesek címmel. Gyerekek, sokat tudok ebből. Tehát ebből minden nap van egy mese, ha akarjátok. Mondjuk, hogy ha minden este ilyeneket olvasol a Berlinek, akkor én nem szeretnék valami vele találkozni, amikor 18 lesz. Se egy sötétsítok a sikátorba, se egy nyílt mezőn, nappal. Hát biztos két balt, egy vipera, meg egy zsebkés lesz nálad, biztos, igen. Igen, sziasztok, lehet kapni mesekönyvet arról, hogy miért kakiljanak az állatok. Igen, erről beszéltünk, ez a vakond. Ehhez képest az egy, hát én nem is tudom, egy komolyan, egy Grimm, nem? Vagy egy Andersen, vagy egy ez semmi. Meg ott a végén azért minden sztorinak a végén megkönnyebbülnek. Igen, örülünk, hogy megvan ki a kaki. Igen, mindenki. Ugye? Meg azon mégiscsak sűrűbben találkozol ezzel a kaki sztorival, mint az, hogy... Nekem mondod vegánnak, naponta három. Mi van, a polgári peres eljárást indítok, hogy a gyereket traumatizálta ez a mese? Nem volt kötelező megvenned. Kellett volna olvasni, mielőtt megveszed, persze. Nem, mert akkor nem hozott be, úgyhogy én örülök, hogy megvetted. Igen. Én ismerem az írót, Hannibal Lecter írja, vazul nekünk, köszönjük szépen. Igen. Gábor, jó. A kisfiam soha többé nem ölelek. Na jó, oké, ugye kértük, hogy jelentkezzen olyan szemtanú, aki ott volt a Budapest-München, vagy München-Budapest járaton, mert hogy túlszejtés volt, gépeltérítés, és hát megdöbbentő dolgok tegnap, úgyhogy van valaki, akit megszólaltatott a Blik, és mi is meg tudjuk szólaltatni, ő ott volt ezen a gépen, ugye, ott volt, és segített lefegyverezni azt a bizonyos kitoloncolt koszovóit, ugye, akit ugye elvileg hát felszólították, hogy hagyjál az országot, és egy borotvával fenyegetett mindenkit, sztjuárdeszek sebesültek meg, nagy volt a rémület, be akart törni a pilótafülkébe, majdnem sikerült kinyitni a pilótafülkét, és ugye magyarok is utaztak
a gépen jelentkezett egy hallgatónk, aki ott volt, úgyhogy őt fogjuk megszólaltatni a hírek után, hogy mi történt tegnap ezen a járaton. 8:30 van, vele folytatjuk a hírek után. 3:49 lesz, 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Késmárk utca 9-es szám előtt mérnek a rendőrök. Béla papa az Ivekós küldte nekünk. És igen, most jelen pillanatban. Ja nem, itt van még egy Szentendrei úton, az Aquincumnál baleset történt, ezért áll a Szentendrei út, írta nekünk D. Köszönjük szépen. Na, mi pedig egy kicsit foglalkozunk azzal, ami tegnap történt, ugye, mert hogy van magyar vonatkozása is, több is. Ugye tegnap elindult a Lufthansa egyik, hát tulajdonképpen utolsó járata Münchenből Budapestre, és szerintem már mindenki hallotta, hogy mi történt. Egy koszovói férfi nem sokkal a felszállás után, ugye elkezdett késsel hadonászni, maga elé rántotta a stewardess-t, és hát be akart jutni a pilóta fülkébe. Több magyar utas közül az egyik ugye hősiesen viselkedett, rávetette magát, megpróbálta megakadályozni a túlszejtést, közben ott dulakodás alakult ki, ahogy lehet olvasni ugye különböző újságokban. Ezt az úriembert ugye a Blikk is megszólaltatta, és utána visszafordították a pilóták a gépet, leszálltak, a túlszejtő, valamint a stewardess ott maradt még a gépen, a többiek pedig elhagyták ugye a repülőt, és ott elindult egy ilyen túsztárgyalási jellegű dolog. Hát a helyi tech elkapta az embert. A helyi tech aztán igen, elkapta az embert, és itt van az a hallgatónk, aki ott volt ezen a repülőn. Csaba, hello, jó reggelt! Szervusztok, sziasztok! Hello! Hát nem sejtetted, gondolom, hogy egy sima, átlagosnak tűnő München-Budapesten ilyen megpróbáltatások érnek benneteket. Hát tényleg abszolút nem számítottunk erre. Azt gondoltuk, hogy végig, amíg addig is nyugodt utunk lesz hazáig. De sajnos ez nem így történt. Na, mi történt? Akkor kezdjük az elején. Ti felszálltatok a gépre, láttátok, hogy valakit ott kísérnek a rendőrök, vele jött valaki, vagy már egyedül szállt föl, vagy ti már csak a dulakodást vettétek észre? Mi történt? Nem. Mikor mi felszálltunk a gépre, ugye a busszal vittek ki bennünket a géphez, és ott állt egy rendőrautó a hátsó feljáratnál, és ott kísértek fel egy emberkét, akit utólag kiderült ez a illető volt, akit kitoloncoltak az országból, és még a gép után nem indult el, ugye felszálltunk a gépre, mindenki elhelyezkedett, és vártunk valamire, utólag kiderült, hogy egy másik gépre, mert még azon volt 15-20 utas a csatlakozás miatt, és mivel a Lufthansa-nál sztrájkot hirdettek, így megvárták őket, hogy még őket is haza tudják hozni. És ezt a felforgást kihasználva az úriember előre jutott valahogy a gépen, és ott foglalt helyet, úgyhogy nem vették észre, hogy ő ott ül, és utána elindult a gép, rendben, szokásoknak megfelelően. De ők úgy toloncolták ki az ország, hogy a rendőrök elkísérték a gépig, de a gépen már nem volt vele senki. Így van, és ez számomra, és nem csak a számomra, mindenki számára megdöbbentő volt, hogy semmifajta kísérletet nem kapott az úriember, lehet, hogy nem tűnt olyan veszélyesnek, de én ebből, és nem csak én, hanem mindenki arra a következtetésre jutott, és láttuk, hogy ugye, hogyha felhozták úgy a gépre, talán meg sem vizsgálták, mert hogyha valószínűleg egy ilyen idegenrendészeti hivatal hozza ki, akkor lehet, akkor, igen, nem is feltételezték, hogy van nála valami. Hát, meg hogy miért a budapesti gépre tesznek föl egy koszovói albánt? Bonyolult itt, igen, a németek kiutasítottak, átszáll valahogy, igen, elég szövevényes a dolog, igen. Na, mi történt? Tehát kirobbant egy dulakodás, te hátul ültél? Én hátul ültem a 29. sorban, és arra lettünk figyelmesek, hogy elő a stewardess hangosan kiabál, és egy férfi hangot hallottunk, aki nagyon-nagyon hangosan és érthetetlen nyelven kiabál, és a két stewardess hölgy ott próbálta, gondolom, megoldani a szituációt, de csak azt vettük észre, hogy a stewardess hölgy az egyik szaladt hátra, és véres volt a keze, és ebben a pillanatban hát egy másik utastársammal, egy német utastársammal együtt szinte fölugrottunk és szaladtunk oda, hogy tudunk-e valamiben segíteni, és azt lehetett érteni, hogy a hölgy kiabálja, hogy ki akarja nyitni az ajtót. Ki akarja nyitni az ajtót. És a pilóta fülke ajtaja? Nem. Nem, nem. A repülőnek az ajtaja. A repülőnek az ajtaja. Hát a pilóta fülke mögött található első beszálló ajtót szerette volna kinyitni az úriember. Már a levegőben? Már a levegőben, jó, 10 perccel a felszállás után. És ezt a sikerült megakadályoznunk ezzel a német utastársammal együtt neki. Elrángattuk onnan. Késsel hadonászott, de hála Jóstának nem sérült meg, de viszont a másik utas kísérő hölgy, aki ott volt, egy idősebb hölgy, ő is segített nekünk abban, hogy elhúzzuk onnan, és őt viszont magához tudta szorítani, rántani, és utána a nyakához szegezte a kést. Na, ott abban a pillanatban végül is nem mertünk többet hozzányúlni, mert nem akartuk, hogy a hölgynek valami bántódás essen.
Az ajtó viszont már nem tudta kinyitni, mert oda már nem tudott hozzáférni az ajtóhoz. És ő kiabált valamit, nektek nyilván olyan nyelvet, hogy nem értettétek, igen, nem? Igen, te... igen, igen, kiabált, és nem tudtuk, hogy mit. Ott más több utastársam, aki ott volt még rajtunk kívül, kettő ember volt elől, ők végigmentek a gépen, és megkérdezték, hogy tud-e valaki ezen a nyelven, mert ilyen albán nyelven, vagy pedig ezen a nyelven. Igen, koszovói volt, igen, albánul beszélt. Így van, hogy tudott-e, de nem tudott senki beszélni azon a nyelven. És az a másik két utastársam, az egyik angolul, másik pedig németül próbálta nyugtatni, addig még a gép tényleg rendben, a pilóta biztos, a többi stewardess azonnal jelezte neki ezt a problémát, és szépen rendben visszafordultunk, csökkentett a sebesség, érezhetően csökkent a sebesség a gépnek, és meg a magassága is hirtelen. És ti hogy tudtátok visszarángatni? Tehát ti rávetettétek magatokat, és az ajtóból kellett konkrétan visszahúzni? Tehát ott hárman a másik utastársadal, meg ő ott birkóztatok? Végülis ezt nem úgy képzeljétek el, hogy itt nagy birkózás történt. Itt ugye megragadtad a karját neki, és rángattad vissza, mert a kart fogta, amit ugye el kell fordítani. Legalábbis ugye azt el lehet fordítani, és utána valamilyen módon, mert ott utána még meg is nézték, hogy ezt hogy lehet, és ki lehet nyitni ezt az ajtót, azt mondták, én nem értek hozzá, tehát én ezt nem tudom, és utána nem is. De ugye, hogy az volt a lényeg, hogy az ajtótól távolítsuk el. Hát a légnyomás különbség őt azonnal kiviszi, a steward ezt azonnal kiviszi. Ha ki tudod égni, nem tudom, hogy a légnyomás nem pont befele szívja az ajtót, ezt nem tudom. Aha. Ezt nem tudom, de mindegy, hát nyilván ott... Nem szívja befelé, mert nagyon nyomás van a kabinban. Igen, valószínű bennünket is, akik ott vagyunk abban a pillanatban. Ebben, tehát, és utána éreztük is a többi utastársunknak, hogy azonnal kapcsolja be mindenki visszalévet, mert azt gondolom, hogy a stewardessek kicsit leblokkoltak ebben az esetben, tehát nem tudták, hogy mit évők legyenek. Hát igen, meg három nő egy őrjöngő pasit nem is biztos, hogy fizikailag meg tud fogni. Igen, tehát. Igen, és a többi utas nézte, senki nem állt föl, tehát ketten voltatok az egész gépen, akik effektíve reagáltak erre a dologra, 150-200 ember ott ült és rémülten nézte, hogy mi történt? Ketten voltunk azok, akik próbáltuk elrángatni az ajtótól, a másik kettő utastársam azok pedig nyugtatták. A többiek mégis ott voltak, és mindenki azt látott, hogy le van sápadva, leblokkoltak, és teljesen ugye mindenki, akkor már utána, mikor tudatosult bennük, hogy mi történik, ugye hát nem pánik tört ki, abszolút ezt nem is lehet mondani, és nem is állítja senki, de azért láttam zokogó utasokat, idős embereket, és utána viszont ott tényleg aranyosak voltak, mondjuk nem azért csinálta az ember, hanem mert cselekedett, és szerintem így ösztönből, akik ott voltunk, és oda jöttek és megköszönték, aranyosak voltak. Azt mondod, hogy kés volt nálad, de lehetett hallani ilyen borotváló, és most tulajdonképpen mi volt, és mekkora volt, és egyáltalán mit lehet? Ez egy komoly fegyvernek mondható tárgy volt? Ezt én elmondtam a repülőteren és az újságíróknak, hogy ez egy 5 és 10 centik között hosszúságú, éles kis kés volt. Nem penge volt, tehát ez egy kés volt nála, ez egyértelmű, hogy kés volt. És azért mondom, hogy valószínű, mert olvastam már persze én is azóta a különböző híreket és a Lufthansa-nak is a nyilatkozatát, olvastuk, és tehát azért mondtam, hogy nem úgy kell elképzelni ezt, hogy ott verekedtünk meg ilyesmi, hanem elrángattuk az ajtótól, de sajnos úgy, pontosan ez úgy történt, hogy a hölgy is segítette volna nekünk, az idő, legidősebb stewardess, aki ott volt, és őt sikerült magához szólítania, tehát azért nem bántottuk utána már, mert hogy ő neki baja ne essen. És akkor ő ott állt, vagy a leszállásnál, és ti végignéztetek, hogy odafogja a pengét a torkához, és utána mindenki leszállt a gépről, és a stewardess fennmaradt a gépen vele? Igen, a stewardess fennmaradt a gépen, meg mi négyen maradtunk egy darabig még fenn, mikor a több utastársam ott hátulról, a hátsó kiállaton a rendőrség kérte, hogy menjenek le a gépről. Mi még egy pillanatig, ez nem volt hosszú idő, ott maradtunk, hogy ne hagyjuk magára, addig még ott az első, mi felülünk eső ajtót ott kívülről ki nem nyitották. Ugye belülről a stewardess hölgy azt felnyitotta azt a biztonsági kapcsolót, amivel ki tudják kívülről nyitni az ajtót. És amikor megjelentek a rendőrök az ajtóba, akkor mondták, hogy akkor most már mi is elmehetünk, és akkor végül is akkor jöttünk le a gépről. Utána még egy darabig ott időztünk ott a gép mellett a betonon, és akkor egy olyan jó 15-20 perc elteltével buszokkal bevittek bennünket a terminálba, és ott egy üres terminálba bevittek mindenkit.
amit később átalakítottak irodának. Bocsánat, a pilóta fülkében nem akart bejutni az ember, mert azt is lehetett olvasni. Igen, én ezt nem tudom, hogy neki szándéka volt oda bejutni. Akkor, amikor ez az esemény történt, akkor nem sikerült. Határozottan álltam, hogy nem a pilóta fülkének az ajtaját próbáltak nyitni, hanem az oldalsó ajtót próbáltak nyitni. Kíváncsi, hogy mi lett volna a fejében, mert ugye ő csak azt akart, hogy ne toloncolják ki, de hát a kinyitja, ő is kizuhant, tehát nyilván nem is volt beszámítható, tehát hogy nem racionális gondolkodás volt itt. Több utastársam mondta, akik ott ültek, és ők hallották, hogy megkérdezte az úriember ott, amikor még hátul ült, és még váltunk a másik gépre, hogy egy egyik stewardess-től, hogy ő most Németországban van, tehát még azt sem tudta, hogy hol van. Azt sem tudta, mondjuk az össze, tehát hogyha ha ezeket a dolgokat az ember összeadja, ezek enyhén szólva is felvetik a német hatóságoknak a felelősségét ebben a dologban. Hát mondom nagyon, ezt laikusként, hogy felengednek a gépre egy olyan embert, akinél van egy kés, nem adnak mellé kísérőt, és aki ráadásul olyan pszichés állapotban van, hogy gyakorlatilag a saját testi épségét, meg az összes többi utas testi épségét is próbálja meg kinyitni a repülőgépernek az ajtaját fönt a levegőben. Tehát hogy azért ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Egy pillanatra se féltél, vagy nem jutott eszedbe, hogy úristen, fönn vagyunk már majdnem 10 000 méteren, és itt van ez a hülye. Abban a pillanatban, megmondom nektek őszintén, és utána is beszélgettünk, abban a pillanatban nem gondolkodott az ember ezen. Egy volt a lényeg, hogy az ajtót ne engedjük neki, hogyha ki akarja nyitni, ne engedjük neki kinyitni, mert ebből sokkal nagyobb tragédia lehetett volna. Sajnáljuk azt, hogy a hölgynek adott pillanatban utána nem tudtunk segíteni. A másik hölgyet viszont, aki megvágott, megsérült a keze, azt ott ellátták a gépen, még ott fönt a levegőben, ott a többi légiutas kísérő segített neki bekötözni a kezét, meg a nyakán sérült, meg azt a hölgyet is meg utána megkerestük, és megkérdeztük tőle, hogy ő hogy van, rendben, hát mindenki persze sokba volt, de nem jutott eszünkbe az, hogy most egy pillanatig is, hogy most hogy veletek mi lehet, persze. Hát igen, hogy mi lehet velünk, hanem az volt a lényeg, hogy itt a géppel ne történjen olyan baj, és utána már tényleg azon imádkoztunk, hogy minél előbb visszatérjünk a repülőtérre, és a földet érjünk ebbe a dologba, mert ez akkor már idézőjelben olyan nagyon nagy baj, akkor nem lehet. Már nem volt. Hát ezt így halva is nagyon kemény, hát nyilván persze ott lenni, hát az meg aztán... Igen, én megmondom őszintén, és ma már beszéltem sok barátommal is, nekik elmondtam azt, hogy ezt a dolgot átélni, ez csak tényleg az ember nem gondolja, hogy ilyen megtörténhet, és vannak ilyen őrült emberek, de tényleg, és egyszerűen ez borzasztó. Később tudatosul az emberben azt, hogy milyen veszélynek van kitéve az ember. Mondjuk ösztönösen cselekedtél, de ettől függetlenül azért azt mondjuk el, hogy le a kalappal előtte. Ez egy fantasztikus életjelenlék volt, és én azt gondolom, hogy is nagyon sok ember lehet hálás neked is a társadalomnak. Melyik ki a tökös? Ki a tökös? A magyar csávó. Így van. Nem? Ugye? Így van. És nyilván annak a másik utasnak is voltak a magyar felmerő. Igen. Sok bamba német. Így látod, van. Ott ültek, néztek, hülyén, megint kijött. A magyar, érted? Megmentette őket. De nagy vagy egyébként. Én ezt tényleg aranyosak vagytok, köszönöm nektek, de én abszolút nem így fogom, és nem is akarom így ezt kezelni. Nyilván nehézálunk, hogy oldjuk a dolgot, persze. Én azt gondolom, hogy ezt a dolgot helyén kezelve kell nekem is hozzáállni ez a dologhoz, és én szeretném ugyanazt az életemet élni, mint eddig ezt a egyszerű hétköznapi életeket. Igen, Csaba, te szoktál minket hallgatni? Egyébként ismered a műsort? Én tulajdonképpen mindig benneteket hallgatlak. De jó. Olyan mondom. Minden reggel, amikor beülök az autóban, vagy dolgozni megyek, vagy amikor tehetem, és ti nektek adásatok van, akkor igen. De jó, van nekünk ugye egy rovatunk ugye az adás végén, ugye igen. A nap hallgatója, de szerintem ez most odaadható, nem? Tehát, hogy most SMS írók közül szoktuk kiválasztani, de szerintem most ugye egyöntetően megválaszthatunk téged a nap hallgatójának, és fura, hogy a túlszejtő lefegyverzőjét egy Klassz FM-es Morningshow ajándékcsomaggal lehet. Ugyanolyan értékű de... a két teljesítmény. De egy Morningshow ajándékcsomagot adnánk neked, mint a nap a hallgatója, ezzel a kis tapssal fűszerezve. Így van. Köszönöm szépen, és nagyon-nagyon aranyosak vagytok. Tényleg köszönöm nektek ezt a kedvességet. És biztos, hogy utána ezben is meneteket fogok majd hallgatni. És vagy, köszönjük. Nektek nagyon sok sikert a további adásokhoz. Köszönjük szépen, és bármikor találkozunk, bárhol nyugodtan szólíts meg, vendégem vagy egy albán krémesre. Köszönöm János, köszönöm szépen. Igazi nagy lelkű, látod? Igen. Köszönöm szépen nektek. És Csaba, köszönjük szépen, ügyes vagy, büszkék vagyunk rád. Köszönjük, ciao. Köszönöm szépen, szervusztok. Csaba, köszönjük. Szia. A gyerekek, hát azért ez...
Azért ez kell. Hát van vérapucája. Van. Gondold el, ott vagy 2000 méter magasan száll föl a gép, és birkózol egy albánnal, aki ordít, és egy készszeg ez a stewardess torkához, és próbálod lefegyverelni, nem? Hogy mennyire szürreális. Ugye csak a filmben látsz, és egyszer csak ott vagy egy ilyen történetben. Te jó Isten. Na jól van, oké. Okay. De jó, hogy meg tudod szólalni. Örülök, hogy sikerült elkapni. Jól van. Hármas ugrást, játsszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Hello Éva, jó reggelt. Sziasztok, Éva Budapestről. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy mondom is. Fogalmam sincs. Könnyű. Hát, szó. Könnyű. Na, mondom jó. Akkor, jó? Nekem nincs benne az adásmenetemben, de nekem már egyáltalán mi. Így szól az első kérdés, Erikát nyakba akasztója. Hány éves idén a párizsi Eiffel torony? 125. Így is van. Sokat lehetett erre hallani, manapság, mivel hogy egyébként most 125 éves az Eiffel torony. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés, Erikát Egér alátét. Melyik amerikai pop előadó slágere az I Just Call to Say I Love You? I just got to say, I love you. Nagyon cukin balról jobb. Stevie Wonder. Illetve jobbra balról Billy. És így mozgatja a fejét. Mutatom. Nagyon jó vagy. Nagyon okay. Jó. Jöhet az utolsó kérdés? Igen, mehet. Nem órára könnyű. Hajtuk. Nem könnyű, sőt nehéz. Lehet, hogy meg kéne állni. Sport. Nem, mehet. Itt van két kollégám, is segít nekem. Uh-huh. Oké, így szól a harmadik kérdés. Hányszor nyert olimpiai bajnokot címet a magyar labdarúgó válogatott? Még ha világbajnok lenne, de olimpiait? Jó Isten. Gyorsan, Ed. Hú. Hát, vagy egyszer se. Nem tudom. Olyan nincs, hogy egyszer se, mindig magában a kérdésben van egy állítás, nyert háromszor. Háromszor? Háromszor is olimpiai bajnok a magyar. Ó, akkor sajnos elbuktuk. De mi lehet egy boom, nem? Így van. Oké. Okay. Mennek az ajándékcsomagok, tiki-taki. Boom! Semmi. Hát, szívem. Nem ad a rohadék. Már megint frissíteni kéne. Az. Hát le kéne cserélni, nem frissíteni, ahogy látom ezt. Azért nagyon szépen köszönöm a reakciót. Köszi, Éva. Sziasztok, hello. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Egy perc van pontosan, 9 óra, jövünk a hírek után. 4:10 lesz pontosan, 4 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, jó sűrű a ma reggel, a gyilkos meséktől kezdve a túszt lefegyverző magyar utason keresztül minden van. Több fronton zajlanak még az események, a könyv nincs elfelejtve, így többen írják még, mert sokat kaptak ők is a mesék által, hogy próbáljuk előkeríteni az író nem magyar, de meg lesz a fordító, fölhívjuk őt, holnap folytatjuk a mesével kapcsolatos történeteket, úgyhogy rajta vagyunk egyáltalán, hogy ki miért fordít le egy ilyen könyvet, vagy ad ki egy ilyen könyvet. Ugye valaki nem tudná, 8 órakor 3 perces állatmesék hangzottak el gyerekeknek. Hát gyilkosság, halál, öngyilkosság, így, a szülőgyilkosság, minden volt benne, majd a Best of-ba benne lesz, döbbenet, de rajta vagyunk, ezzel a mesével még akarunk foglalkozni, sőt, mi több napi egy mesét szívesen meg is osztunk. Ó, de jó, végre. Ezen túl. Az író elvileg nem magyar, hát nyilván van egy álnév, ettől még lehet magyar, megpróbálunk a kiadóval beszélni, és előkeríteni a fordítót, aki magyar, nyilván mondjuk akkor kellett. Mondjuk, és írnám oda a neve mellé. Igen, meg ha ott van egy fordító, akkor valószínű, hogy nem álnéven írták, vagy csak beleírták egy álfordítót, de a lényeg, hogy ezzel még foglalkozunk. A másik, amit most itt még mi vitatkoztunk, és ha van szakavatott ember, akkor telefonáljon már be hozzánk, 555-55-00 a telefonszám, hogy írjon SMS-t pilóta, repülőszerelő, légirányító, aki ért hozzá, mert itt légnyomásbeli különbségek vannak köztünk, és elindult ez a ki lehet nyitni, nem lehet kinyitni, de belül nagyobb, kívül kisebb, hogy lehet, nem lehet. Azért lehet kinyitni, mivel én mentem géppel legutoljára, az Olaszország, az kifelé nyílt az ajtó, tehát nem befelé nyílik, kifelé nyílik az ajtó. Azért van ugye a gépben bent nagy nyomás, igen, egy báros nyomás, ami itt a földön, mert ahogy mész fölfelé, fogy az levegő. Így van, tartja a nyomást. Tehát ha esik a nyomás, tehát akkor nyomják az oxigén. A gépben nagy, így van. Kint ritka. Igen. Nagy, próbálja kifelé nyomni a gépet. Uh-huh.
a ritka felé. Tehát ha az ajtó kifelé nyílik, ha nem reteszeled le, akkor ki tudja nyomni az ajtót. Tehát ezek szerint én oda megyek egy utasszállítón, amikor a sztjuárdeszek ételt szolgálnak föl, leszedem ezt a kis piros átlós keresztet, amit ki van fasz, azt lepatintom az gombot, lehúzom a kart és kinyitom az igen. ajtót, ez nem létezik, gyerekek, ez nem létezik. Ha lehet, hogy van benne egy ez nem létezik. És azt mondod, csak tréfáltam, és aztán visszat. Szia, anya! Visszacsukod és leülsz. Ez nem létezik. Fizikailag a nagyobb nyomás a kisebb felé nyomja a tárgyat. Tehát elvileg ott 200 uh-huh. utasból valaki megvilágosodik, mint ahogy ugye a koszovói albán barátunk ugye próbált, és 10 000 méteren, én szoktam úgy pihenni repülőn, hogy én odállok az ajtó mellé. A hosszú úton áldogálok, ott nézem a stewardesseket, hogy pakolnak, tök jó világ az egész, kicsi reteszek, fakkok, nagyon jó. De ott van, amikor egy fél órát áldogálok. Én megmarhulok. Lehúzom a kart, és abban a pillanatban nyitva van az ajtó, és 200 ember lehet, oda. Hogy van benne egy plusz, nem. De hogyha a fizikát nézed, akkor úgy működik. Lehet, hogyha felszáll a gép, és mit én, ha behúzza a kereket, akkor van egy még egy plusz retesz benne, amit mi nem tudunk nyitni, ez lehetséges, de ha csak úgy nyitható, hogy lehúzod a kart, akkor a fizika törvényeinek megfelelően ki kell tudni. Szerintem nem nyitható. Nem nyitható. Valószínűleg ott van egy perem, amire pont a nyomás különbség ráhúzza az ajtót, amikor felszállsz, hiszen tudjuk, hogyha valamilyen rést támadna a repülő, éppen azt kifele szippantana minden. Ugyanez igaz hát az ajtóra is igaz. Tehát befelé nem tudod kinyitni, de mert kifelé hogy egyébként az ajtó. A nyomás de kifelé. Nem befelé nem kifelé. Hát amin én ültem, most voltam nem három. Kifelé nyílik, amikor de az olasz gép volt, ne feled. Nem, az igen, az magyar, minden más. Én egy német géppel rep. Jani, a 3 hete voltam a gépen, az kifelé, kifelé nyílt, igen. Aha. Én is próbálok hát visszagondolni. Nem is tudod, hát nincs hely nincs hely, mert ugye ő lepattintja az ajtót, valamit csinál az ajtóval, megfogja és nagy mozdulattal kinyitja. Tényleg kifelé nyílik. Én eddig mindig csak nagyon olcsó jegyekkel a csomagtérben utaztam, és akkor... Az befelé nyílt. Igen, mondjuk a település számai de lenyészőek, mondjuk így finoman, de ez nem baj, hát nem hagyod el nagyon az országot. Ez sem baj. Szóval, hogy valaki írjon már nekünk tényleg egy SMS-t, vagy csörögjön már, aki pilóta, hogy van ez. Mert ugye itt azt hallottuk ebben a történetben, hogy ugye az albán is a repülőt akarta kinyitni. Most utána olvastam, hogy a pilótát egyébként mi zárja el az utastól. Ez baromi érdekes. Tehát a mechanikus zártól elkezdve, a mágneszáron keresztül, a beütőkódos, elektronikai zárt, tehát 3-4 záron keresztül kéne eljutni egy szimpla utasnak, hogy bejusson a pilóta, az effektíve lehetetlen. Tehát ha nem mész be egy ilyen faltörővel, akkor nem tudsz bejutni a pilótához. Van hallgató? Uh-huh. Igen? Pilóta, Anna? Nem pilóta. Albán? Nem. Koszovói? Na, itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Csaba vagyok. Hello, Csaba! Csaba! Na, te mit csinálsz, vagy miért értesz ehhez? Hát a túlzás, hogy értek hozzá, de még maléz, mikor létezett földi kiszolgáló személyzet tagja voltam. Na, az jó, hát az uh-huh. nekünk szuper. De büfét úgy, üzemeltettél? Ott is van igazán. Nem mindegy. Na, hogy van nem ez? Nem igazán. Rakodás, annak vezetése, irányítása, ilyesmi. Tehát az ajtó az minden repülőn úgy van, hogyha kicsit visszagondolsz, hogy először befelé mozdul el, utána tudod csak kifelé kinyitni, Boeing is, Airbus is, mindegyik olyan, hogy először egy 5-10 centit megy befelé az utastér felé, és utána tudod kifelé kinyomni, tehát a légnyomásban a Ferinek ebben igaza van, de pont ezért nem nyílik. Aha, tehát uh-huh. be kell húzzad 5 centit, és akkor utána, mert az biztos, hogy amikor szálltunk föl, kívül volt az aha, ajtó. És azt az 5 centit nem tudod behúzni akkor? A kifelé úgy, feszítő légnyomás miatt, tehát a kabinnyomás miatt nem tudod behúzni azt az 5 centit? Úgy. Aha. Ha jól megnézed, majd esetleg a legközelebb mész repülővel Boeing ajtón látszik, hogy az alsó és a felső szélén van egy olyan 6-8 centis csík, ami billenik befelé, amit hogyha rázárod, akkor pattanik a helyére. Tehát amikor elfordítod a kilincset akár kívül, akár belül, uh-huh. akkor egy olyan 5-10 centit meg kell húznod az ajtót befelé, ezek a fülek lehajlanak, és utána tudod uh-huh. kifelé kinyomni. Igen, a Ferinek ebben igaza volt, viszont az is igaz, hogy nem életszerű. Tehát, hogy 10 000 méter magason ott itták két unikumot, és neki szaladt az ajtónak, meg kicsit késett a gép, nem tudom, Stavrosba, valamilyen charterjáraton is kinyitod az ajtót. Tehát akkor ugye a belül lévő légnyomás nem engedi, hogy behúzza az ajtót arra az 5 centire. Aha, de jó. Ugye vannak némelyikben vannak ilyen robbanó patronok, amivel elvileg kirobbanik, de ez már ebben nem menjünk bele. Uh-huh. Azt már jobb nem tudni. Azt már ne is tudjuk inkább. Jó. Uh-huh. Na, megnyugodtunk. Jó, oké. Okay. Érdekes volt ennek utána járni, mert ezt nem tudtuk. Ugye hát tegnap ennek meg abszolút jelentősége is volt. Csaba, köszi!
Kérlek. Ciao, köszi, hello, hello. Gyerekek, minden rejtét megoldani. Így van. Nincs így olyan nincs válasz, olyan szakma, nincs olyan kérdés, hivatás, aminek a képviselői ne hallgatnának minket. Igen, a mi hallgatóink mindenre tudják a választ. Ha mi még néha hülyeségeket is beszélünk, jön egy-egy hallgató, és ki a videó igazad volt, akkor igen. Aha, tehát nyomás, abszol, nyomás az oké. Befelé, az oké. Kicsibe, nagyon ki. Így van. Na, nem van. Pontosan ezt mondtad, de részben igazad van. De értem, hogy ha esetleg valaki most kapcsolódik be az adásba, akkor tőled hallotta a tutit. Ez nem, jó. Mert ti mondtátok el, csak most már értem én is, mert azt én nem figyeltem meg, hogy van egy 5 centi, amit behúznak, de azt tudom, hogy kifelé van kinyitva, gyerekek, az ajtó. Én elmondtam, hogy nem életszerű, te elmondtad, hogy kifelé nyílik. Így van. Te már jártál külföldön. Értem. A hallgatom, tartunk. Én meg láttam már repülőt. Lőrinci vagyok. Lőrinci, nézd, anyjuk engedi a kerozit. Gyerekek, mindenki beletett egy kicsit. Megoldottuk. Na, viszont vendégeink vannak itt a stúdióban, mert hogy idén 40 éves a Rubik kocka. De sajnos már nincs rájuk időben. Köszönjük, hogy ezzel az autóhajtós problémával elcsöntjük. Köszönjük, hogy eljöttetek, reméljük, nem jöttetek messziről. Idén 40 éves a Rubik kocka, amit egyszerre szeretek és gyűlölök. De tulajdonképpen inkább egyfajta ilyen frusztrációt vált ki belőlem, bármikor meglátok egy ilyen rubikockát tekerni, rögtön nagyon hülyének érzem magam, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan algoritmus, egy olyan matek feladvány, amit lehetetlen megoldani, kivéve Ferit, akinek már folyik a nyála, csillog a szeme. És... Hát most meg fogsz lepődni, életemben nem tudtam kitenni. Kérlek. Akkor viszont ne jöjjön hogy... el orvoshoz, mert ez a nyálfolyás. Akkor viszont azzal van baj. De hogy tudtad kirakni, hát tyúkbél lejátszottatok, nem egy disznóbőrre. Na mi azzal csináltunk logikai játékokat? Két tyúkbél ért egy disznóbőrt. Szóval vendégeink vannak, mert egy idén 40 éves a Rubik kocka, Olivier, aki Rubik világbajnok, Európa bajnok, Perge Olivier és Kovács János, a Rubik stúdió ügyvezetője. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, itt voltatok. És most jöjjenek. És most egy kis zene. Na, 40 éves a Rubik kocka, hát ez önmagában jó, már azoknak, akik tudják, szerintem ez egy olyan játék, hogy aki nem tudja, az kirekesztett. Nem így van? Vagy meg lehet ezt tanulni? Meg azért... Meg a... Jó közel, jó hangosan, jó gyorsan. Ma már azt lehet mondani, hogy egész majdnem, hogy óvodás szinttől kezdik tanulni a gyerekek, úgyhogy akár ez... nagypapa korig. Igen, köszönjük. Igen. Hát gondolom, hogy vannak egyszerűbbek, ugye a 4-es, a 8-as, vagy mi a legegyszerűbb, az menny hányból áll? Hát kétszer, a legkisebb az a 2x2-es, de általában mindenki a 3x3-assal kezdi a tanulást. A klasszikus. Figyelj, Olivier! Én nem tudom ezt kirakni. Soha nem is tudtam. Mindent is szeretem azok, akik ki tudják. Tök hülye vagyok ez. Három mondatban, amit egyébként félig már elmondtál nekem itt a zene alatt, ha most nulláról el kellene kezdened engem megtanítani, mi lenne az a három mondat, amivel megpróbálnád elmondani, hogy kell? Figyeljétek azt a három mondatot. Őt, az algoritmusokat is mondjuk. Jó, mondod meg, mit mondasz, mert egy kicsit sérülékeny az egója. Aki teljesen az elejéről kezdi, igen? Annak nyilván elsőre ismeretlen lesz. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy egy kicsit játszom vele az elején, hogy megérezze azt, hogy milyen a kockának a viselkedése. Tehát itt van 6 tengely, ami körül forog minden, ezt ugye nagyon fontos tudni, hogy azok nem mozdíthatóak el. Ha valaki elkezdi megtanulni a kockát, akkor először úgy fogja kezdeni, hogy kirak mondjuk egy sort, tehát egy réteget. Az nekem is ment. Az nagyon kevés számból. És azt mindig körbevittem a családba, hogy nézzétek meg, már itt tartok. Holnapozom a folytatást, aztán soha nem hoztam. És csak hármat kellett átragasztanom. Nagyon kevés mozdulatból megoldható, mivel amikor az első réteget rakom, akkor a második kettő, illetve a második és a harmadik, az teljesen mindegy, hogy hogy áll. Tehát azokkal nem foglalkozunk. Minél tovább jutunk a kirakásba, annál kevesebb elem marad, ugye, amit már nem szabad elrontanunk, és a legvégén már csak 2-3 elem marad, amit a helyére kell rakni. Tehát és algoritmusok? Igen, ezt igen, a szót használtad, ezzel kicsit összezavartál. Annál bonyolultabb lesz, amit itt mutattam, hogy itt... Mit csináltál? Jó, csak nem mondom, tudtam követni szemben. Mondom közben, bocsánat, hogy vagy a Facebookon, ha vagytok, vagy a morningshow.hu-n, ott van egy link, amin videón keresztül látni lehet, hogy éppen egyébként Olivier, aki Rubik világbajnok, Európa bajnok, mit csinál. Igen. Tehát gyorsan tessék fölmenni a Facebookra, vagy a morningshow.hu-ra, mert élőben megmutatunk egy ilyen közel 3 másodperces kirakást, mindjárt, hogy ez hogy néz ki. Jó, aztán a Jani lesz a következő, aki megpróbál. Igen, és utána pedig maradjatok a stream előtt legalább 6 órán keresztül. Néha én beintegetek majd, igen. Szóval, hogy... Mi tök hülyék vagyunk ehhez. De mondhatom, hogy mindhárman? Igen, mondhatom. Mindhárman. Persze, nyugodtan. Mennyi idő? Egy óra? Két órát kéne rászállni, hogy megértsük? Mert ebből én most nem sokat értettem. Képességtől függően 1-2 óra szerintem bőven elég. Kínában volt egy 3 éves kislány, aki megtanult a kirakni. Na, persze. Hagyjuk már ezt a ki, persze. Tanzániában meg egy 2 éves malac is kirakta, persze. Orral. Igen, orral, farokkal. Persze, még ennél jobban már nem lehet minket megalázni. A 2x2 az mennyire bonyolult már, mint az a kicsike, amit ott ez mutattál? Ez még egy viszonylag egyszerű szorzás. Mondjuk úgy, hogy 7x6.
Igen? Egyszerűbb, tehát gyorsabb nyilvánvalóan, mivel kevesebb oldala van, viszont itt, ha már az ember kirak egy oldalt, akkor a maradék oldal az a maradék kocka, tehát nyilvánvalóan muszáj lesz bele rondítani az első oldalba. Kevesebb algoritmus kell hozzá, szerintem egy-két algoritmussal meg lehet tanulni, csak egy-két algoritmus. Hol be is ugrok majd a jó szertárba az a fel. Az igaz egyébként, János, hogy a Rubik, amikor ezt kitalálta, akkor ő csak magát a kockát akarta térben megmutatni, és aztán rárakott pöttyöket, színeket, és akkor jött rá, hogy egyébként ez egy jó játék is? Így van, neki az első játékai azok általában 3D-s ábrázolás geometriai elemek voltak, amivel oktatott lényegében, és menet közben kezdte ezt átfejleszgetni. Nem csak technikailag, hanem színvilágában is, hogy ez játéka avenzsájon át. De ő ki tudta rakni? Ez fontos? Ki, igen, nagyon sokáig dolgozott az első algoritmusoknak az elkészítésén. Heteket dolgozott rajta, hát akkor nem volt még számítógép, mire megcsinálta, és akkor hát ugye az első pár kockát azért mint olyan 200-300 algoritmussal kezdte megcsinálni. Ma már 100 lépésből lényegében te is, én is nagyon gyorsan meg tudjuk csinálni. Hát ma te is az a barokkos túlzás, az, hogy te biztos, az a te is, azt köszönöm neked, de az erős túlzás. 3-4 héten keresztül, érted, és lett belőle egy világszabadalom. Én 3-4 hétig azt hiszem, hogy egy csúzliágast faragtam egyszer. De az olyan lett, de azt hittem, hogy az bizony olyan lett. Ez csak a megoldásra vonatkozik, amikor ő is megpróbálta, hogy bármilyen állásból meg tudja csinálni. Ma már 20 lépésből lényegében meg lehet csinálni bármelyik. Azt lehet tudni egyébként, hogy Rubik Ernőnek mennyi a rekordja? Hát ő soha nem volt ennek híve, hogy ő időre rakosgassa a kockát, ő azért megcsinálja egy percen belül, bőven. Még úgyis ránk verje, úgyis nagyon ránk verje, az én 3 órás egy soromhoz képest, azért az még nagyon jónak. Mi nagyon a világ csúcs? A világrekord hivatalos versenyen jelenleg 5,55 század másodperc. Hallod? Tehát mire Jani rákeres a videó megosztón, addigra már kiadták a kockát. De azt jelenti, hogy valaki jön, csukott szemmel összekeveri, vagy a keverő is tudja az algoritmust, és a legbonyolultabbat keveri be, és azt kell kirakni. Van egy osztó, mint a pókerben. Igen. Nem, egy fordulóban mindenkinek ugyanazt a keverést adják, ezt egy számítógép generálja le, ezt senki nem látja előtte, és amikor jön az a forduló, megkapják a keverő asszisztensek ezt az algoritmust, és az alapján mindenkinek ugyanolyanra keverik be. Ez minél randomabb, annál jobb, de véletlenszerű, Jani, csak láttam. Igen, mert én is láttam, hogy nem túl szép, de hogy ennyire random vagy. Láttam, hogy már egyből a számítógéphez nyúltál, engedd el, véletlenszerű. Igen, tehát hogy ezt összekeverik ott az osztók, akkor ezt kikeverik, és ahhoz igen. képest. Igen. És te mennyire vagy még ettől, ugye mindig az ember ilyen hülyén viszonyít, hogy oké, van egy 5 egész valamennyi, ahhoz képest te? Én nekem a hivatalos legjobb eredményem az 9,5 másodperc. Ez... kockás berkekben nem számít olyan jónak, laikusnak lehet, hogy úgy hangozhat, hogy akkor már csak 4 másodperc, de hát ez... De akkor te úgy lettél világbajnok, hogy ő nem volt ott, vagy nem egyszerre nem, voltatok? Én más kategóriában lettem világbajnok, tehát nem a gyors kirakásban. Az egyik, amire a legbüszkébb vagyok, az a legmesszebbre dobás. Még abba beszállok, gyerekek. A 40 méteres Rubik kocka dobás. 8 másodperc alatt raktam ki, de mumszom volt. A 2009-es világbajnokságon a legkevesebb mozdulattal való kirakás. Aha. Ez azt jelenti, hogy egy óra alatt egy algoritmust minél kevesebb mozdulatból, és itt akárhányszor lehet próbálkozni, és nekem 26 mozdulatból sikerült kiraknom azon a versenyen, és ezzel megnyertem. Már hogy te is kapsz egy kevert Rubik kockát. Nem, egy algoritmust, egy keverési algoritmust. Ezzel picit mindig összezavarsz. Igen, és én a kirakott kockámat odaviszem, bekeverem az algoritmus alapján, és megpróbálom minél kevesebb mozdulatból kirakni. Hát gyerekek, azért ez ingoványos hát talaj, nem? Tehát kapaszkodok a beszélgetésbe, kapaszkodok, de nagyon kell koncentrálnom, hogy tudjak rá valamit mondani. Jó, tehát, de semmi gond nincs, ne szabadkozz a te kezed belül, volt Tutti Frutti magazin, mint mindig a kocka, úgyhogy egy teljesen más irányba ment. Te is gyakoroltál, ő is gyakorolt. Ültetek a játszótére, hintáztatok Rubik kockázatok, én már az őkámet bújtam, úgyhogy... Igen, hátul a csalitosban. Kinek volt jobb élete? Na, nézzünk akkor egy kicsit, jó? Én bekeverek neked egy algoritmust, ha nem bántalak meg ezzel. Jó? Bekeverek egy algoritmust. Nem haragszol meg, hogy bekeverek neked egy algoritmust, jó? De ne, nézi. Tessék? Figyelj, csak egy fél szemmel. Minden információ, amit így átadsz neki, az mind-mindinket gyengít. Ez igaz, jó, akkor levezem az asztalára. Basszus, kiraktad közbe. Hallod, úgy kevertem be az algoritmust, hogy közbe kiraktam. Rejtett eltség vagyok, nem? Figyelj, olajozzátok ezeket a kockákat, mert annyira forog. Nekünk egy olyan volt, közvetlen a világjárók sorozat mellett találtam meg mindig anyukám szekrényén egyébként, amit már nem lehetett megmozdítani, annyira be volt porosodva. Tessék?
Nézzetek minket a neten, azt mondja Laci. Igen. Nézzetek. De nem más oldalt, hanem a morningshow.hu-t, vagy a Facebookot. Nekünk is volt a polcon egyébként egy kicsomagolatlan apám 500 ezer kilométer balesetmentes vezetés táblája mellett. De nektek is tényleg olyan volt, hogy meg se tudtad mozdítani, mert össze volt ragadva, mert egyszer megvették a szülők, hogy okosnak tűnjenek, és soha többet nem nyúlt hozzá senki, nem? És jöttek a vendégek, hogy nézd, már Rubik kocka van nála, okosak, ki van rakva. Ne kevert össze! Tényleg, úgy vetted meg, hogy ki volt rakva, és a büdös életben nem nyúlhattál többet hozzá, mert anyád megölt. Illetve ha nagyon sokáig játszottál vele, és összekeverted, akkor szét lehetett pattintani darabokra, és újra össze lehetett. És újra összetetted. Mennyit gyakorolsz naponta? Hát mostanában már nem vagyok annyira aktív versenyzésben. Amikor jártam hivatalos versenyekre, akkor egy napi 1-2 óra körülbelül. Mi volt ez a robot kontra ember, és a robot legyőzte az embert? Volt egy ilyen harc, ez erről hallottatok? Hogy a robot gyorsabban rakta ki, mint az ember? 3 másodperc körül eredménye? Igen. Mi történt? Hát vissza kell menni, hogy már 2005 óta próbálkoznak nagyon sokan robotot építeni, hogy Rubik kockákat oldjanak meg különböző technikákkal. Ezen én is meglepődtem, mert itt az elmúlt egy év alatt nagyon főpörögtek az események, és most született egy olyan robot, ami lényegében ezt az 5,5-ös világcsúcsot megdöntötte, gyorsabb lett, mint az ember. Gyűlölöm ezt a világot, komolyan. Ugye? Már egy robot gyorsabban rakja ki a Rubik kockát. Aha. A Skynet, erről is csak a Skynet. Nagyon jó. Bocsánat, az emberek védelmében annyit hagy mondjak el, hogy a robot nyilvánvalóan egy olyan megoldást használ, egy számítógépes háttérrel, ami az optimális kirakást adja neki. Tehát mi, amikor versenyen rakjuk, akkor mi magunktól kútfőből egy 50-60 mozdulatot használunk, ő meg maximum 20-at. Uh-huh. Tehát már eleve, ha azt nézzük, hogy a harmada mozdulatát csinálja, akkor az idő viszont nem lett a harmada, tehát így még jók vagyunk. Még talán jók vagyunk, de ez szerintem nem lehet így egy az egybe összehasonlítani, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ő megdöntötte a világrekordot. Mondjuk úgy, hogy a robot gyorsabban kirakja, mint az ember. És akkor... Arról nem beszélve, hogy ő 4 robotkarra rakta ki, ahogy láttam, és nem pedig 2-vel. Igen, ezt hivatalos versenyen ezt tiltjuk. Ezt lábra gyúlsz már egyébként? Két láb. Én nem indultam még lábba a kirakásba, de vannak de olyan, van olyan akik jó. Erre. Na, odaadom neked, ugye van élő Ustreamünk, ahol ezeket lehet nézni, a Facebookon és a morningshow.hu-n, de én azért csinálok egy videót rólad, hogy utána ezt majd feltesszük a Facebookra, hát ha valaki nem tud most közvetlen internet kapcsolatban lenni, nagyon, és akkor vissza tudja nézni. Keverted, ott van rögtön egy teljes zöld és egy teljes piros sor. Jó, hát gyerekek, a keverőgép még most nem úgy kevere. Még ne kezd el, várjál. Ja, az ide mérem. Te vagy a stopper, én vagyok a videó, jó. Illetve élő streamen is lehet nézni. Jó? Na, csak mondom, hogy ez jó lesz bemelegítésnek, utána jön az igazi vadonritmus. Algoritmus, amiért kevertem. Várjál, ez egy kicsit szemre. Ez egy nagyon kiváló. Komolyan? Teljesen. Nem, ez viccet félretéve. Én kezdem az én módszeremmel, ez egy abszolút átlagos random. Aha, és egy átlagos. Azt hittem kicsit, azt mondod, hogy figyelj, olyat kevertél ezt most egy kicsit. Hallod, elvinném a kockát. Hallod, költözzünk össze. Te keversz, én kirakom. Legyél a tréner. Na várj, elindítom a videót, jó, mert utána azért ezt megmutatjuk majd csak a kezedet így közelről. Tudod így csinálni az asztal fölött? Megpróbálom. Jó. Na, mehetünk? Indult a videó? Megy a videó, veszem. Jó, figyelj. Igen, mehet. 3, 2, 1, tessék! Aha, tekeri. Uh-huh. Azt se tudom, hogy melyik oldalát nézed. Mi a baja a bácsinak? Atya Isten. Kérdezne a lányom. Azért nem akármilyet kevertem, nézd meg, még mindig teszi. Ennyi. Nézd, hallod, öcsém. Most letérdeltettem. Hallod? Nézd meg. Jó, ez az alatt. 17,32. Hát ez meg mi? Élőbe ezt látni, ez valami fantasztikus. Tehát tényleg. Tehát, hogy ez, én is tudok, csak utána nem lesz belőle semmi. Tehát ugyanígy tudom tekerni én is, csak 22 másodperc után ugye nem születik meg. Figyelj, abban benne lennél, hogy egy rohadt anyajét rárajzoljunk a kezedre, meg elmenéd a Balázs gyűrűjét, és egy kéz közeli, hogy tudjon funkítani majd az osztálytalálkozókon. Ja, és egyébként tanultam egy-két dolgot, amióta nem találkoztam. Vagy adod a pulóveredet, és akkor meg vagyunk, abban mutatom meg a videót. Jó, na. Mennyi volt ez? 17,32. 17. Nézzük meg, ki kevert jobbat. Figyelj, én nem kevertem, megpróbáltam összerakni, ugyanúgy, ahogy szoktam. Nekem általában ez a végeredmény, hogyha megpróbálom összerakni. Jó, nézzük meg akkor azzal, mit kezd Olivier. Ebből kiderül, hogy ki kevert jobbat. Érzed a harcot? Ebből is harcot kerekítek. Igen. Ügyes vagy. Ha jobb keverő. Ha téged előbb kirak, akkor én jobb keverő vagyok. Aha. Ha téged később rak ki, akkor te kevertél jobbat. És akkor jobb keverő vagy. Jó. Ki a jobb keverő? Ez a csata arról szól. Érted? Uh-huh. Az a baj, hogy te intelligenciából próbáltad meg összerakni, én pedig megpróbáltam egy kicsit lejjebb csúszni a törzsfejlődésben. 5 guba? Jó, de mákos legy. Na, 5 kitartja, hogy én nyertem. Tartsátok már? Jó. Én nyertem? Szerintem igen. Na, 5. Senki? Hát erre...
Vicces. Hát arra, hogy azt se tudom, mit csináltam, mit tartsam. Tehát a fogadás tétje az, hogy kiét rakja ki előbb. Aha. Ha mi fogadunk, akkor a téged rak ki előbb, akkor én fizetek. 2005 átpasszolok, ha lassabb vagy. Na jó, ne fogadjunk, nézzük. 16-nál szóljál. Jó, figyelj. Jó. Ki a jobb keverő, ez a csata erről szól. 17 vagy a fölött. Mehetünk? 3, 2, 1, tessék! Jaj. Aha. Hát gyerekek, azért ezt így látni kell. Ötöcske. Ha valaki néz minket streamen, akkor nézzétek, de ha nem, akkor föltesszük a Facebookra. Olivér keze úgy jár, hogy az valami döbbenet. De hülye vagyok, egyébként, hogy nem fogadtam. Hát, várjál még. 16 egész... Na, büdös francba, én voltam a jobb. De látod, és nem fogadtam. De hát veszítettél volna. Hát te veszítettél volna. Ja, igen. Hiszen a Balázs kevert jobban, mert az Jézusom. Ja, igen. Jézusom. De szerencsétlen vagy. De hülye vagy. Hogy változnak a dolgok egy-két másodperc alatt. Nem egyszer fenn, egyszer le. Igaz, én sem értettem, hogy mire fogadtunk, de... Tehát jobb keverő vagyok. Igen, jobb keverő. Na. Miért nem fogadtunk? Egy másodperccel vagyok jobb keverő, mint te. Basszus. Ebben mennyi gyakorlás van tényleg? Szóval, hogy ez most már mondtad, hogy kevesebbet, de volt idő, amikor napi 20 óra, vagy 15 nem, óra? Vagy? Napi 1-2 óra. Versenyek előtt mondjuk 3-4. De ilyenkor a táplálkozásodra is odafigyelsz, sokat alszol. Persze a proteinra. Nem nyúlsz magadhoz. Én azt szoktam mondani, és semmihez semmi köze gyakorlatilag, de hát ez az a dolog, amit bárhol, bármikor lehet csinálni, abszolút. Olyan volt már, hogy én hüvelygyulladás miatt feladtad, vagy ilyesmit? Tehát, hogy így nincsenek ilyen járványok? Igen, mint a teniszkönyök, nincs ilyen, hogy kocka csukló? De van. Van? Régen, régen volt, igen, amikor még olyan kockák voltak, hogy amikről ti is beszéltetek, ugye egy masszív, szoros. Most már azért csapágyos. Mindenki úgy állítja be magának, hogy optimális legyen, és nem, nagyon régen hallottam már ilyet, hogy valakinek. De gondolom egyfajta függőség, tehát hogy volt idő, mikor ott volt a kezedben, és állandóan járattad, nem? Tehát, hogy egy ilyen addikció. Voltak, igen. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de mondjuk úgy, hogy végérvényesen letenni nehéz. Tehát az, hogy ne gyakoroljak napi 1-2 órát, azt nagyon könnyen meg tudom állni, de az, hogy örökre lerakjam, azt úgy nem tudom elképzelni, mert nem tartom egy rossz dolognak. Tehát... Csak egy mondatot a Rubik stúdióról, ti ápoljátok ezt, vagy viszitek a kockát, vagy behoztok egy csomó embert, aki gyakorolhat, tanulhatja, vagy mi a feladatotok ott pontosan? Nyilván ennél szélesebb körű. Nem, hát mondjuk egy részfeladat az, hogy versenyeket szervezünk, úgymond ápoljuk, hogy a kocka a gyerekek között, az új generációk között azért elterjedjen, és ma már azért vannak kisebb kockaklubok, nem csak Magyarországon, hanem szaraszét a világon. Az Oliver, mondjuk a World Cube Association-nek a képviselője. Élőadásban vagyunk légy. Bocs. De szóval lényeg az, hogy ez egy világháló, és rengeteg tagja van ma már, úgyhogy könnyebben meg lehet tanulni, interneten is vannak oktatások, úgyhogy a Rubik stúdiónak annyi a szerepe, hogy ezt tápolja. Ez egy nagyon szép hagyomány, meg hát azért tényleg egy világszabadalom, ugye, és tulajdonképpen mindenhol erről azonosítani minket, vagy erről is, úgyhogy ez veszik, jó. Viszik még mi? Jó biztis, ez még mi? Most ő bácsinak nem kellett eladni a családi ezüstöt, mi? Madridban voltam, és valamelyik kirakatban megláttam, és olyan szív melengető volt, hogy de jó, egy picit itt is itt vagyunk. Aztán tovább mentem, de hogy ez egy jó érzés, hogy ott volt egy játékbolt, és ott volt kirakva. Mondjuk én ezzel bízom benne, hogy meglátja valaki külföldön, és azt mondja tényleg, hogy Magyarország Hunger, és nem pedig azt, hogy Jongjung Toys! Érted? Hamisítják a kínaiak, tényleg csinálják? Nagyon. Komolyan? Rohadjanak meg. De tényleg, lenyúlták ezt is? Hát lényegében mindent, ami játék. És milyen egy hamis Rubik kocka? Más a sárga? Nem vagy, lehet, vagy nem? Csak sárga, vagy érted? Mi az, hogy hamis Rubik kocka? Nem ugyanaz a műanyag, vagy más a szín, vagy csak zöldből van? Vagy... Itt van például ezek. Ez mind kínai? Ti is kínaiban nyomjátok? Árulók. Hát ha hogy te is kínai vagy. Te is kínai vagy, nyomoltál. Ez mind? Hát aki, ezt is hamisítják, igen. És kérdele, hogy lehúzni egy cipzárd a homlokától egészen. Az árnyékeink is két kínai lenne benne. Köszönjük a megkímát. Na jól van. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Olivér, föltesszük majd a videódat. Az elképesztő, amit csinálsz. Tényleg, szóval le a kalappal. Egyébként nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és egy kicsit beszélgettünk erről. Jó munkát nektek ott a Rubi klubban. 9:30 köszönjük. Pontosan 7 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Mondjad csak. Új alátest. Hello, új vagy itt? Egyébként jó. Egy kis Lissi. Ugye? Csak meg kell nézni a talpát, hogy messziről jöttek. Nem.
Jézus. Az a nagyon kis kótyúász, Liszi. 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 Liszi hazatér. Nézzük meg, van-e bogáncsa lábában Liszinek, mert akkor messziről jött. Na, 3:40 lesz, pontosan 3 perc. Szóval, hello mindenkinek, itt vagyunk. M2-es, 28-as kilométer Budapest felé rendőrautóból. Mérnek ez Zó küldte nekünk, köszönjük szépen. M3-as 72-es kilométerénél fotóznak, valamint a Budakeszi úton piros tojás, fehér nyuszi, rendőrnéni ad egy puszit. István. Igen. Már megnézem, hogy az-e az István. Ő a 41-e. István, gyerekek, egy új gyöngyszem. Ki felfedezte egy új gyöngyszemet? István 41-es számvégződéssel kéretik figyelni, bejelölni. István ráindult az érdekes közlekedési hírekre. Egyelőre ezt ő viszi. Nagyon jókat ír. Nagyon most jó. Már hetek óta nagyon figyelem, jó. Nagyon jókat ír. Igen. Piros tojás, fehér nyuszi, utazóknak travel puszi. Sejjó Isten. Hello Csabi, jó reggelt. Le vagyok döbbenve. Figyelj, nem hiszed el. Én voltam a hülye, hogy nem olvastam bele. Nem hiszed el, hogy ezt valaki kiadja gyerekeknek. Egyszer egy hasonlót kaptunk mi is. Az valami cápákról szól, de nagyon véres horror történetek voltak mesekönyvbe ágyazva, és aztán ugyanez volt, hogy elfelejtettünk beleolvasni, elmulasztottuk, és aztán mondtam a második mondatnál, hogy elnézést, de akkor inkább Anna Peti és Gergőnél maradjunk mi is. Igen, nem, de tényleg 3 perces állatmesét gyerekeknek beleolvasol? Hát nem olvasol bele. Ne, azt nem. Mondja, jó, 100 mese, minden nap rövid gyerekek mesét, rövid, helyes, aranyos, biztos állatmesék van. Meg az illusztráció tök cugik. Tehát belelapozol, és azt látod, hogy ilyen kedves, helyes. Volt még egy vakondos történet, ott a vakond kimegy a földből, és rászól az anyja, hogy ne menj ki, mert baj lesz. Jön a kombány. Kimegy másnap a vakond, és elragadja egy madár, és az anya azt mondja, hogy hát így jár az, aki nem fogad szót, és éli tovább az életét. Miközben elvitték a gyerekét. Hát ez tanulságos. Nagyon jó. Látod, milyen hülye vagy? Igen, remélem, ledob valahol. Gyönyörű mesé. Ajánlom egyébként, hogy menj könyvtárba. Egyrészt nem kerül sokba, a gyerekeknek ugye ingyenes a bérlet, másrészt szerencséd van, kifogsz egy olyan könyvtáros nénit, aki ha véletlenül egy ilyen könyvre markolsz rá, akkor szól, hogy Balázs úr, ezt ne vigye el. Hát igen, de kinyomozzuk, hát ennek még lesz utóélete, megpróbáljuk tényleg a kiadót is előkeríteni. Mi újság? Voltál sportolni? Ne, hát most ugye a sérülésem miatt nem sportolok. Igen, ha esetleg hallgatók nem tudnák, akkor volt egy nagyon csúnya sérülés, igen, a sportsérülés, a Csabinak és új ánuszt kellett nyitni a testén. De többet erről nem szeretnék beszélni. Akkor... Jó, mert nekem lenne gátszakadásom, én is reklámoznám. Tehát, hogy persze. Ha már elkezdtem sportolni, mozogni, akkor szólni fogok egyből. Jó, de akkor a jövő heti Vivicsit az ugrott, nem? Hát de tikker beugrott helyetted, úgyhogy bizony, ma kétszer annyit fut, mint mi. Ma sokkal jobban érzem magam, mint tegnap, tehát elképzelhető, hogy még felépülök. Kötve hiszem, mondjuk 10 kilométert itt lerohanok. Mm. De azért megpróbálkozom vele. Nem kell? Szerintem nem. Felmentesz? Gyógyulj meg. Én most sokkal hosszabb távra le tud sérülni. Ez még nálunk is így van. Tehát kicsit van, ami van a teniszbe, tudod, fáj, nem bírod ki, játszol még egyet, akkor tuti 3 hónap. Ha inkább pihensz 2 alkalmat, akkor jobb leszel. Majd megkérjük az Orsit, hogy fusson előtted sortban, az behúz a célba. Akkor repülök. És akkor most tényleg mi van? Titus? De figyelj, a Titus eleve indult volna. Tehát ha eleve úgy futottunk neki, akkor ő húzhat, nem? Igen. Hát helyettem is lefuthatja, igen, és akkor úgy húzhat. És őt most bevetétek a csapatba? Már hogy nem kellett ilyet helyettesíteni, vagy ez nem egy ilyen váltó? Nem kellett bevenni a csapatba, beszéltem a BSI-sekkel, és mondták, hogy neki már a végeredménye is megvan. Mert nagyon jók a kapcsolatai. Hát akkor nyert, ugye van. Akkor vele én is. Én is futok egyet. De nem váltó, hanem ilyen együttfutás, tehát egy tömbben. Mondjuk azért jó, hogy most én nem megyek, ha nem megyek, mert tavaly eléggé visszafogtam a csapatot, és ezek hullogtak. Most a Roli mondta is, hogy akkor legalább a saját tempójukban tudnak haladni. És ez ilyen beszélgetős, ilyenkor röhögtök, beszélgettek? Vagy nincs? Azért a 10. kilométernél már nem nagyon, nem? El tudok képzelni. Fölhögni a Csabi mellett. Ahol ott van a Jani, ott nem beszélünk. Végig dumáljátok a távot? Aha. Jó volt, egyébként nagyon hangulatos volt tavaly is. Azért mondom, hogy simán eljöhetnél. Figyelj, ha az 5 kilométert úgy letudtad, hogy igazából meg se kotyan, a 10 is menet. Csabi se futott egyébként 10-et a tavalyi Vivicsita előtt. Én akkor kezdtem el futni előtte. Igen. Egy héttel, 2 héttel kezdtem el rendesen terepen futni előtte, csak ilyen futógépen. És aztán futottad a 10-et? Sikerült a 10. Így van. 1 óra, 5 perc, 6 perc valami. Nem, azt hiszem, hogy ennyi volt, 2 óra, 28. Az is szemét vagy. Igen, és az utolsó 3 kilométeren toltak. Egy székben. Igen, egy kerekes székben. És oxigénmaszk volt az arcán. És nem kifutottam a Margit szigetről, hanem kiúztam. Mert úgy rövidebb volt. Na jó, a naphallgatóját már nem hívjuk, ugyanis a mi hallgatónk, akiről ugye a beszélgetés végén derült ki, hogy egyébként minket hallgat, ő lett a naphallgatója, a túsz lefegyverző magyar Rambó, ugye, aki ott volt ezen a gépen. Nem mondta, hogy Morning Show?
Jaj, Csabi, ne legyél már te is írt a hallgató. De várj, hát ez egy szabály, Feri, nem? Ha egyszer engedményt teszünk. Érted, most csak megérted. Hát a beszélgetés után 30-an írták. Nem mondta, hogy már nincs sok. Igen. Szóval Csaba lett a mi naphallgatója, hallgatónk, aki ugye hát tulajdonképpen segített ott lefegyverezni az albán elmerodjantat. És ezért már ugye beszélgetés után megválasztottuk őt a naphallgatójának, úgyhogy most nem hívunk senkit. Szerintem ez megérdemelt volt, nem? Annak ellenére, abszolút, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, de igen. Szerintem egyébként az egész ország büszke lett az ő teljesítményére. Nagyon jelenlétére, nagyon kemény sztori. Kemény sztori volt, amit elmondott azért így, igen, még így végighallgatva, és nem ott pár ezer méter magasan. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? James Blunt visszatér Budapestre, volt már 2008-ban koncertje, és most október vége felé megint koncertezni fog. Van egy lemeze, a Moon Landing, amiről már hallhattunk dalokat, és van egy legújabb, egy újdonság most jött ki, ez a Heart to Heart. Ugye ő nagyon szereti ezeket a romantikus hangulatú, kicsit szomorú dalokat, de ez a Heart to Heart egy kicsit vidámabb. Nem azt mondom, hogy erre aztán mosolyogva bulizunk, de vidámabb. Ő követte az emberiség ellen azt a Bonfire-es bűncselekményt? Az is ő volt. De az emberek szeretik. Jó, nem, hát ez mindig azt is, öngyilkos akarok lenni, azt meghallom. Jó, de mi is szeretjük, csak nem egy reggeli. Igen, ez a Heart to Heart. Igen, ezt majd hallgassátok meg, ez akár még a ti műsorotokban is szólhatna. Tényleg? Olyan. De ez még vidámabb a 3 perces meséknél? Na, annál vidámabb nincs semmi. Na, jól van. Csabikám, jól van, jó munkát. Akkor neked 555-55-00, ez Csabi telefonszáma, így tudtok tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok!